Meg én arra gondoltam, hogy mi ketten gátig fordozzunk. Attila, miért akarod, hogy megöljön téged a chat? Most minek gondolsz, nem tudom, mire van szó. A chatnek valami baja van. Ők biztos szeretik nézni, hogy mi játszunk. Biztos. Na. Akkor a szabosok jönnek az első körbe, mint mindig Gártik forra, úgyhogy akkor a szabcsetbe küldöm nektek a kódot, és hát először Attikának kell küldöm. Nem is jó, a szabcsetbe nézem ott. Ja, jó. Na, várjatok, mi az, ami gyors? Mert a normál az nagyon hosszú, vagy a normál, ami jó gyors. Vagy tömeg, nem? Tömeg, ami gyors. Azt hiszem, de az nagyon gyors. Hát, de az a baj, hogy a normál meg ja, iszonyatosan jó. Lassú. Igen, az nagyon lassú. A tömeg, azt hiszem, az jó. Jó lesz nektek a tömeg? Szia, Luca, már is túl akarsz lenni. Micsoda? Mi az, hogy már is túl akarsz lenni? Ha szeret... gondolom a Gártikon. Nem értem. Lehet hát normál. Máris... Normális lehet, ha szeretnétek, de mit szeretnétek? Jó a tömeg. Jó. És az hány játékossal kell? Az igazából lehet sok szerintem, nem? Mert az nagyon gyors. Tömeg egy gyors, ha nem leszünk túl sok. Akár. Akkor annyira. Hát nem tudom, mennyien leszünk LD. Szabos sok. Most elég sok. Nem 15 a max. 50 a max. 10 felett legyen. Akkor ilyen 15. 16. Lehet. Jó, 16. Kettesével megy fel. Jó, akkor csinálom a linket. Akkor beküldtem a SZEP csoportba. TC-re. Viszont bejelentkezés szükséges. Csak akkor tudok belépni, hogyha Twitch-el lépek be. Ó, én arra nyomtam, de én azt hittem, hogy csak nekem kell ilyen Twitch felhasználó. Ó, ez tök jó. Csináltak egy ilyen... Majd én nem tudom, mi a jelszavam, ez így nagyon nem jó. Nem tudod a Twitch-hez. Meg kell keresnem. Jó, legalább látom, hogy hány ember jönne be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Szerintem jó lesz a 16. Most akkor nem tudod, csinálják egy újat? De most próbál megkeresni. Mert megint verifyingol a Fortnite. Ezzel mi van? Hogy tudok DC-n bekerülni a SZEP csoportba? Dani, össze kell kötnöd a Discordodat. Most jó lesz, már küld egy bejelentkezési kódot. Azt a Luca, most látom a képet, amit küldtél a Dumába. Ez az egyszer szeretem. Két monitor, very nice. Szóval bal alul rámész a nevedre, Dani. Vagy nem, várjál? Norni! Nem, a felhasználói beállításokra. És akkor ott kapcsolatok. És nekem itt nem tudom, miért nincsen semmi, de a kapcsolatoknál itt kell lenni a Twitchnek, és itt tudod összeszinkronizálni. Nem tudom, Szegó, mert már itt lesz Inez, szóval nem biztos. Jó, egy pillanat. Aztán most csomó új dolog van. Igen? Hát négy dolognál is írja. De még egy hely van elvileg, ha jól látom. Szóval, hogyha szeretne Szabos jönni, akkor még van egy hely. Gyertek, gyertek. Húha, na várjatok. Így. Mit érten? Ó, de kár, Attila nem tud jönni. Most látom, erre az egy helyre nem jön már senki, vagy még várunk valakit? Jön valaki? Majd lesz Livia, nem Szabos kör is. Ja, jó, de megvárunk. Igen, Killer, te is Szabos vagy. A DC-n a
szebb cseten. Igen, Gyula, be lesz. Ezt majd a végén tudom. Na, Daninak sikerült. Ez az. Killer, akkor a következő... Jaj, csak nem kötött ez össze a DC-vel. Mindenképpen egyébként kössétek össze, mert ott van több ilyen plusz dolog, amit kaptok a szebbal, vagy hogy mondjam. Tehát ott hamarabb látjátok a, hát igen, videókat, ami most nincs. Na jó, akkor kezdjük. Igen, kössétek össze mindenképpen, ott van Szabcse. Aj, megint nem gondoltam át. Remélem, ezt a szót ismerni fogja mindenkit. Ilyen régi szó. Nem régi, csak egy angol szó. Magyarosítva. Készük már erre mondani. Olyan kitetszó ki vagy. Mi van? Laggol az egerem. Jaj, ezt elfejtettem, hogy itt nagyon kevés pénz van. Ez nagyon beteg ez a mondat, amit pénz. Kaptam. Pénz, idő, húha, már kicsit régóta streamelek. Hát most itt nem lett nyaka ennek az élőlénynek. De semmi baj. Látjátok, hogy laggol az egerem? Nagyon furcsa. Nem lehet írni, de én megszegem a szabályt. Mondjuk nem tudom miért se... Hát de jó, sárga, sárga. Malacka. Hát nem lesz időm. Nagyon, ó, ezt nem gondoltam át. Basszus. Ezt nagyon nem gondoltam át, hogy milyen kevés idő van, Atti. Nem tömeget kellett volna. Atti. Nem, nem tudom, nincs is kezdve a Mici Macka. Jajajajajaj. Mici Macka? Nem. Mi idén? Ott van készlet. Úristen, gyerekek, ez mi? De se tudtam írni, amit akartam. Amúgy nem lépünk ki ebből, és csinálunk egy normált. Ne! De nem... Majd ezután, hát ez nagyon rövid. Hát konkrétan már a harmadik körnél tartunk a 8-ból. Jó. Már negyedik. Milyen szar. Jó, akkor két szabos kör lesz. Én nem tudok izét rajzolni. Hogy néz ki egy ilyen élőlény? Nem mondom ki, mert az Ati hal. Hány lába van? Miért ilyen pici bera? Hát már mondjuk pici ez a valami. Hú, ez egy inkább egy szar darabnak néz ki. Hú, ez nem ilyet akartam. Ilyet. Na. Ja, ez a radír. Na, töltsd már ki. Oké. Ne! Ne már! Rajzolj már! Isten meg! Ne! Ici! Hát én is valamit így nagyjából összedobok, ez kíváncsi vagyok. Ez nagyon jó, amit kaptam. Ez mi? Ez én akarok lenni? Vagy ez mi? Nekem jó dolgaim, nekem nagyon tetszik. Ez mi a fene? Alig vártam a gártikot, olyan jó, hogy van a gártik, nem is értem, a Maria miért akart, hogy elmaradjon. Fú, hallod? Ajaj, ez szerintem itt valami lemaradt. Attila, lecsú. Ez mi akart lenni? Mi az, Ati? Globálisan elfogadott haja? Most ez lesz. Globálisan elfogadott haja. Honnan csúszik le, Ati? Nem tudom. Mondjuk legyen egy ilyenről. Húha, én is a rajztudás, ez kemény.
Nincs idő semmire. Igen, Ricsi, tudom, szóval ezután tartunk egy normált, és akkor majd gyertek be hangba is, lesz normálisan idő mindenre, csak szebosokkal, és akkor utána tartunk olyat, hogy bárki bejöhet, mert amúgy időnk az bőven van. Oh, mi ez? Ez tök jó. Én jobban teszítek stressz alatt. Aha. Aha. Amúgy nagyon durva, mert egyesek például Luca rajzait is megnézek, ilyen gyönyörűek lesznek, és ennyi idő alatt hogy? Úristen, ez érdekes. Koncentráció van a köböm. Na, hát ez fog érdekesen kinézni. Szóval Szegó, ha még itt vagy, nem tudom, hogy innentől kezdve én hogy lesz. Jó Isten, hogy néz ki ez? Nem tudom, hogy leszek, mert hogy jön Klau Huga hozzánk. Szóval én lehet, hogy esténként nem leszek egyébként most egy hétig. Úha! Jújjúj! Azt a kutya mindenit! Miért van ekkora farka? De te csieszk? Mi? Hűha! De jó, most nagyon várom. Na, jó lesz. Megint ilyen Discord szobába beülős csoda ez? Igen, Andi, ez most ilyen szabos játék. Miért ez egy... Bazd meg, paprikát kellett! Úristen, ne én répát rajzoltam! Ennyire kisült az agyam, ne haragudjatok! Na, azt mondja, felolvasás be! Jó. Na nézzük. A chat bulláingolja a ti. Oh, de ezt nem, hogy öt ember írta. Ó, de leírta a Ricsi! Ja, mert nem, nincs idő semmire. A chat a pimp haja miatt, lol. Itt éppen harcolok a csettel. Attila a satet, nem tudja. Satet? Nem tudja. Ó, ez jó lett, Bence. Mi van? Ez Attila jó lett, és az enyém. Mi? Nem látom, hogy mit rajzol. Ja? Miért van rózsaszín hajad? Most nem is rózsaszín. Mert ők írták ott, felette. Hol? Attila bulingat. Ja! Ezt nem láttam, bocsánat. De milyen játékban vagy? Nem tudom, már 11 órája streamelek, vagy mióta. Egyé. De jó, minden. Vegetáriánus malac éppen. Jaj, jaj, jaj. Éppen, és mi akar? Éppen, pont. Vegaságban nem eszek húst éppen. Ó, ez jó, Réka. Ja, igaz, Heki. Ó. Zsami rövidre fogta. Egy barna folt rajta, piros X. Ó, ez meg nagyon literálisan írta le a Mati. Jaj, erre amit írtam. Balatoni kincs. Nem olyan a formája, mint a Balaton? Nem, Mati, nem. Ilyen a formája, köszönöm, Alfred. Mi a formája? Nem olyan. Mati, mi a szar? Attilát megutálja a csapata. Mi? Ne! Oh. Ne! Attilát mindenki kineveti. Na, örülsz, hogy jöttél, Atti! Amúgy vicces, nem avattam rosszni. Attit bulingolják Méri követői. Ó, amúgy ez tök jó lett. Ja, ezt te csináltad? Atti sír, mert bulingoljuk a satán. Satán? Miért francia? Oh! Hát én vagy rózsaszín, olyan már kéne a rózsaszín hajóban. Egy kecske gördeszkázik a tengerparton. Ó, hát ez hozzám nem kecskeként ért el, Alfenesz. Ez mint egy zászló. Tényleg. Egy hangya a tengerparton gördeszkázik. Ez került hozzám.
Egy hangya gördeszázik a tengerparton. Tökéletes. Tökéletes. Nem az eredeti, de... Jaj, de cukis, ami... Teknős gördeszkával száguld a víz felé. Na, ez minden volt. Kecske, hangya, teknős. Na, ezt nem értem, érted? A Rékának meg volt erre ideje, hogy még csíkos is a háta, meg minden. Vannak ott a fején ilyen kis teknős pöttyök. Beszarok. Marisz videók, amik nincsenek. Eldének kérek egy bant. Jaj, ez hozzám is került, de Méri én... Méri sose rak fel új vid. Aj, na, ma komolyan ilyen bántsuk Mérit a videókkal. Sose vidi. YouTube-ön Marisnak soha többé nem jelenik meg videója. Oh no. Oh no, Luca. Én már egyből streamre gondoltam. Leállt Méri streamje, szomorú arc. Szomorú arc. Ez az a haj, Mati! De az szemed milyen? Ez ilyen 12 óra után a streamben, melyen a fejem. Attila megbántott a Crab Game-ban. Réka sose felejt. Go fuck yourself. Attila csúnyákat mond a csetör, szomorú arc. Na jó, pár már, ez nem igaz. De csodálkozom, amikor felbőszítetted őket végig Crab Game-ben. Az volt a vittes. Hozzáköltöttem egy csúszat. Attila lecsúszik a csúszdán. Nagyon jó, köszönöm, Ricsi, felismerte. Aj, ki te is piros csúszent ott voltál, mint én. Úristen, de hosszú ez. Rémült orszarvú a dzsungelben. Mi van, Mati? Ó, oh, ez a nyolc cuki heki. Egy rinocérosz a pálmák köz. Pálmák köz? Ah, ez is tök jó, van ez. Jó, hogy sárolj. Malac a pálmafák köz. Hallod, Ati, szerintem itt baj lesz, szerintem most fejezd fel. Mondjuk az Alfanes, ő egy csilles. Rúzsaszín malac egy pálmafánnál. Pálmafánnál. Isten, de én ez a malac. Igen. Ez a Baluráj Zoltán. De hogy mentünk át malacba? Ati most már jár. A bobóc kakaós csigát eszik. De Heki nem adta rajta. Oh, de cuki. Nem adta rajta. Tényleg a bohócból valahogy ilyen lesznek. A bohóc pintjás csigát eszik. Hát de van is bohóc tetkód, mert az vagy. Jajaj. Ez egy absztrakt bohóc. Egy szürkefejű ogre egy csí. Amúgy kicsit ijesztő, nem? Igen. Kicsit félek tőle. Ó, ez is ijesztő. Ja, véded Alfit. Aszta, ez para, igen. Nyitott szájú ogre csí. Ó, Alfi vagyok, az az új nevem, vagy mi az Alfi? Alfanez. Csí. Úristen. Luca. Ez jó lesz. Sontan egy sör. Zebra megy át a zebrán. Jaj. Ezt kaptam. De hogy van ideje a Lucának ilyenekre? A zebra átmegy a zebrán. Tökéletes. Szia, Klódikör, mi újság? Ez is tök jó lett. Még ilyen kis izék is vannak ott. Zebra átmegy a zebrán. Én Opacity-t is használ a Réka. Opacity. Én erre tuti azt értem volna, hogy zebra zebrázik. Zebra azt írja a Luca, hogy a digitalizáló táblával rajzol. Akkor jaj, tényleg. Márk! Hát zebra zebrázik végül is. Ez hirtelen átment valami nagyobb más irányba. Ráült. Marisz, Ati és Mátéka betörnek éjjel Orbán Viktor házába. Oh, erre kinek lesz ideje? Ó, ez teljesen jó. Mariant megkergetik a suli előtt. Na nem már, Mati! Méri iskolába megy. Méri, ez a haja? Hát ne ilyen. Az Orbán Viktor és itt egy narancsárga a tetején. Marian járt iskolába. Járt. Nagyon régen. Nekem érettségim van. Ez az belőle. Jani, nem nincs olyan. Egy nyolclábú lovon lovagló kutya. Jaj, Márk. Hát ugye, a Márton, hogy ezt a hajat használja, amit most használsz. Amit most hordasz. Ez csak egy paróka, ezt hordom. Úristen. Jézusom, ez kezd elfajulni, gyerekek. Kutyus lovagol egy szellemlovon. Szellemló?
Olyan nagyon cuki, tök jók ezek a izék, Réka. Egy kutya lovagol egy ló hátán. Ez opacitik. Opacity. Nix, jaj, ez is kicsit átment egy másik 18 pluszos dologba. Méri kis hableányjelmezben grillezik. Na ebből, ebből nekem hogy lett az, hogy díjat nyertem? Azta. Azta. Miféle mellek? Hableány fog egy serleget. Serleget. Méri sellő nyert egy díjat. Ez az. De Mati, fejezd be! Mari egy sellő a víz alatt, kezében se. Kezében se? Ó, Ati, hogy lebeg a hajam, ez tetszik. És hol a kezemből a se? Mérike robottá változott. Semmi olyat nem írok, és nem küldje. Hogy érted, Cloudy Girl? Ez nagyon jó lett. Méri egy robot. Új, ez nagyon aranyos, lucós. Autotune robot, Méri. Autotune robot. Bim, bim, bup, bup. Ezek nagyon cuki. Marájk robot. Marájk. Ez a haj. Na, már most már piros is a hajam. Hát mi történik? Na, Attila mondatában. Méri feje nagy. Csak egy másodpercem volt. Miért piros a hajam? Ez nem is nagy a fejem. Marian örül a semminek. Hát arányaiban ez a nagy a fejem. Semmi. No, no, tocs, nem tész a Marian. Egy lány semmit mond. Beszélj, lány, Norbert. Semmi. 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 Claudia nem mond semmit, nem lát semmi, nem hallos. Nem hallos. Ó, ez nem értem. Csak egy, a teste csak egy vonal. Az életben. Barbie verekszik egy lóval. Ez az. A híres lóbox. Egy lány két gránátot ad egy lónak. Mi van? Mi van? Norbi. Mi az az? Egy szőke ember zöld paprikával etett a lóvat. Igen, hát... Ez egy kukorica, az ez a zöld paprika lúta. Az agyam kisült, egy zöld ember egy lovat etett paprika, paprikával. Paprika helyett azt, tehát egy rajzott vagy répát. Megkisült az agyam. Mici mackó rosszton süti malackát. Olyanra nem volt időm. Mi? Ez nagyon beteg. Igen, fú, nagyon. Mici mackó és Dami. Malacka. Na, én látod, én átkreáltam, direkt volt, átkreáltam, nem, nem morbid, de... Ó, oh, ez cuki nix. Mici, Maci és Malaci. Malaci. Mici, Maci és Malaci. Mici, ma. Mici és ma. Hat nap múlva új emberré válsz. Miért szomorú? Ma. Na, hát akkor legyen az, hogy most ez a, ugyanezzel a csapattal, Ati, te még maradsz? Hát eddig egy, most normál. Egy most egy normál. Hát az nagyon hosszú abban a 15 emberrel a normál, az kb. 3-4 óra. 3-4? Hát ez nagyon hosszú, mert Jesus. Ott mindenki rajzol mindenkiével, ugye? De 3-4 kb. Hát szerintem az nagyon hosszú 15 emberre. Akkor legyen ugyanígy egy rövid, csak alig van erre idő, de majd akkor bepörgetjük. Igen, az hosszú, plusz több idő van. Az a baj, hogy ez túl kevés, vagy itt túl kevés idő van, a másik meg túl hosszú. Akkor nem, de akkor meg jön helyettem a Klaus. De úgy vagyok vele, hogy van ugye még egy csomó időn, 2 óra. És tényleg nagyon szerették volna a szebosok, szóval legyen egy normál. Ja, játszatok, én nekem nincs kedvem. Jól van, akkor köszi szépen, ja, Ati. Tud jönni a helyemre, hogyha még szeretne. Köszi, hogy itt voltál, Atika. Ha rámegyek az új körre, akkor mi történik? Jó, oké, ez így jó nekem. Én köszönöm, hogy jöhettem. Puszika, Atika. Egy chat hívott, hogy jöjjek. Szeretünk, Ati, puszi, hogy itt voltál. Vagy köszi, hogy itt voltál. Na, killerbe is lépett a helyedre. Azta. Akkor én erre még annyi mondok azt, hogy pull up in a gangsta automobile gangsta. Ez az. Ez
came from sheer like. Na jó, nem hiszem, hogy repülepát megölnek. Na, hello. Puszi. Na. És akkor gyertek hangba, tala a muffinkákba. Szia, Hekike! Halló? Halló. Halló, halló, sziasztok, Norbert! Halló. Lucus, Réka! Úristen, Beyoncé, is that you? Is that the real Beyoncé? Egyetlen és megismételhetetlen. Jó reggel! Jó van, hagyjuk. Milyen jó reggel? Azt a Ricsi még így pörög. Jó reggelt kíván. Hát nem egy kicsit. Nem tudom, valamelyiken aludtam valamelyik programon. Hát biztosan izén. Program majális. Valamelyik programon azt mondja. Az Attila mit keresi? Attila, nem tetszett a rendezvény. Kihúzza a gyufed. Kihúzza. Nem már innen. Ezt ki mondta? Réka. Megverjük. Réka! De mit volt hibáltuk? Ne haragudjál, te azt mondtad, hogy useless vagyok innentől kezdve már ilyen... Goodbye. Nem vagyok hajlandó. Hallott ember a szemedbe, kéz. Konkrétan. Van egy ilyen gombom, meglátlak. Hogy... Van egy ilyen gombom, hogy süketítés a Rékán, az mit csinál? Nekem meg van egy olyan gombom, hogy ki tudlak bannolni. Na jó, mentem, Szevasz! Szevasz! Szegény. Van Attilát? Nem, ő mentem, megálltam, megijedt tőlem. Mik megijedt? Na, mindenki bejött, aki szeretett volna, mert látom, hogy nincs itt mindenki, de semmi baj, nem kötelező bejönni. Már azt sem tudom, hol vagyok most, várjál. Meg vagyok. Nem engedjük. A finkák nevű hangszobába. Nem lépett nem ki volt. Senki. Ugye? A nobar is két helyen meg volt nyitva, és közben mindenkit hallottam itt is, közben a K-stream egy kicsit késett egymáshoz, és akkor így háromszor hallottam mindenkit egyszer. De te hány streamet nézel most? Miről beszélsz? Andi, sajnálom, hogy nem jutottál be, viszont lesz még, szóval látod ott fönt az időt, még a maradék időben végig Gartic von lesz, csak ez az utolsó szabos kör, és utána mindenkinek van lehetősége, viszont szólj rám, és neked, Andi, mivel szabos vagy, külön el fogom küldeni előre a kódot, és van, lesz egy fix helyed. De na, Andinak átadom. De az idő csak relatív, meg tudom hosszabbítani. Maradj csak nyugodtan, Norbi. Ki tudja meghosszabbít, Bence, ezt te voltál? Hát én. Hát ő? Tele van sugar daddy. Beyoncé volt. De figyelj, nektek jó, akkor hogyha egy normált megyünk, az akkor hosszú lesz nekem, jó? Hallottok? Igen. Nem, ki vagy? Sziasztok. A Luca. Lucus, mucus. Itt áll ma? Hogy a Luca nem részre. Igen. Én elnézést, én nem szoktam, én csak tejet ittam. Holnap dolgozom reggel. Ó. Hát amúgy nagyon nagy királyok vagytok, hogy itt vagytok kb. Egész nap a streamen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm meg. Hát a rengeteg támogatást köszönöm szépen nektek, nagyon cukik vagytok. Hát csak holnap kirúgnak minket, de amúgy szívesen. Sorry. Hát vagy kevesebbet alszol. Hitelből van. Na akkor kezdődik. Apa kezdődik. Apa. Anya. Aj, megint elfejtettem a mondatot. Ne kigondolni. Én írtam, vagy fizetni. Én kitaláltam valamit. Nem kérsz egyet. Tikaz, kérsz egy harapást. Itt nagyon nagy csend lesz, ha majd koncentrálok és rajzolok. Igen. Vagy orribált, hogy jaj. Olyan mondatot írtam le, amit lehetetlen lerajzolni, szóval ez jó lesz. De kedves köszönjük. Vagy. Köszönjük. Mi a lényeg a játéknak amúgy? Hát igen, ez nem egy kompetitív játék, nyerni kell. És így vagy akarsz nyerni? Amúgy van olyan, van olyan mód? Mód. Igen, pontszám. Hogy pontszámot kapsz, hogy eltalálod-e. Hasonlítam előzőre. Ezt kiírta le, és miért? Jaj, ezt hogy rajzoljam le? Most itt nagyon nem látni, hogy ki beszél, mindjárt megoldom. De akkor most vagy csöndbe maradok. Hogy néz ki ez az állat? Hirtelen elfelejtettem. Ezt az állatot én sem tudom lerajzolni. Húha. Nekem Maris kell lerajzolnom.
Légy szíves, Mati, ha még egyszer olyan hajat rajzolsz nekem, dibegyűvök. Hadd ollak! Úristen, milyen zene megy a fülembe. Hallod? Én is azt kell erőzönöm, hogy zenét hallgatsz, hallod? Ez nagyon durva. Mekkora? Jaj, ez... Inception. Hú, amúgy nagyon jó, hogy végre van normális idő. De még ez is kevés lesz. Legalább tudtam hajat rajzolni valakinek. Kinek? Mi ez a misztikusság? Nem jellemző ez rád. Hagyjál már! Kap be! Szépen játszottunk, gyerekek. Apa! Én a Ricsivel 3 órát fogok majd Daddy. Utazni. Hogy úristen. Félek. Sokkal Dedivel is. Mi Beyoncé? That's me. Aj, ezt nem gondoltam, hát az utolsó szót még csak most látom. Előre kéne kezdeni a rajzot, de az nem jó. Nem baj. Ezt hogy? Ezt hogy rajzoljam el? Mi már csilingel az óra, vagy mi a telefon? Ne, coming! Vesz föl. Kis sem vagyok. Jó, jó, ez még a rajz lett. Ú, gyerekek, nagyon nem jó. Szerintem elég jó. Ja. Problémák vannak. Ne nézed a streamet. De mi a sajátomról beszélek? Ja, jó. Ja. Nekem be se tölt a stream. Na ki is a csomó. Olyan szar a wifi, hallod? Itt problémák voltak. Úristen, ez mi? Ó, ez én vagyok. Miért van egy pénisz? A kezembe. Nyugi, valaki olyan pálcka embert rajzolt, aminek csak egy lába van. Jaj, ezt nem írom le amúgy, hogy pénisszel, mert ne legyen a botba pénisz. De leírom. Pénisz láttam. De már így is benne van, ha kimondtad. Hát igen. Milyen pénisz? Ez egy padlizsán. Egy piros pénisz van a kezemben. Mi? És várjál, a padlizsán nagyon pixeles. Az egy locsoló kanna! Isten áldjon meg! Édes Istenem! Ezt nem is értem, ezt a mondatot. Micsoda? Micsoda? Egy pénisz láttam. Ez vagy Balu volt? Ezen nagyon meglepődtem. Ki más? Mi a hajat kell rajzoljak? Pánik! Te egy öreg anya. De te, amúgy én sem tudom, hogy milyen hajat rajzoljak most magamnak. Jó lesz a piros. Jó, és engem szól le, hogy ezért. Milyen a piros? Hogy lehet? Megvan. Jaj, ez nagyon aranyos. Én egy művész vagyok, szerintem. Jújjúj, megszólalt a riasztó, el fog menni az áramom, lehet. Na hát jó volt, mert ez a Ricsi. Megszólalt a riasztó, el fog menni az áramom. De hol? Ahol lakom, az napi szinten elmegy az áram azért. De mi előtte szól egy riasztó? Vagy mi van? Máshol elment már áram. Micsoda? Valahol már elment az áram. Ja. Mindjárt hozzám is elér. Jó, lehet a riasztó érzékeny és nem szereti az áram ingadozási. Most hogy kell lerajzolni Lana derét? Na azt én rajzoltam. Büszke vagy? Nagyon. Most ide írjam, hogy my pussy tastes like Pepsi Cola. Nyilván abból a sok száz dalszágban ez jutott el eszedbe. Meg se lepődök. Húha. Ú, gyerekek. Na. Ilyet nem művészi, nekem. Meglátjátok, elájultok. Uh-huh. Jaj, várjál. Jó, érzem. Na gyorsan meg akarom csinálni, hogy lássátok, hogy ki beszél. Egy pillanat, most nem fogtok semmit látni először is. Még egy évekkel ezelőtt ilyen alkalommal még scribblöztünk, és visszanéztem, és végig hallatszott a lihegésem, és nem szólt miatt. Még mi is
játékra kellett volna figyelni, nem más csinálni. Jaj, Balú! Balú! Beyoncé. Ezt a Bence mondta. Igen, utána kijavította magát. Azt mondja, nem a moderátorok kell nekem, hanem a muffin kell. Show speaking users only. Húha. Na várjatok meg, közben megkaptam a következőt. Hát, mi is oda? Az a baj, rá van állva most az agyam a gyors tempóra, és túl gyorsan végzek a feladatokkal. Ja, heki. Túl gyors. Sajnálom. Azt a gúrom. Ez mi? Azt, aki írta. Nem értem a mondatot. Börtönben a helye. Na. Most elvileg látjátok, hogy ki beszél. Na, ez biztos... Ez biztos a Mati volt. Vagy mi? Hajszínedből? Nem rajz, de a hajammal kapcsolatos szöveg. Vagy nem tudom. Milyen most jól rajzolt? Igen? Na, mi számít jónak? Én nem tudom, most narancssárgát rajzolok. Hát a fehér meg kék, nem? Az a szürke. Hát, na most már nem. Hát de az előbb meg leszólt, hogy miért nem az a hajad. Igen, legyen a szürke kék, az globális, még örökre olyan lesz a hajam. Globális, mindenki ismeri, tengeren innen is tűnik. Natalia Oreiro-tól kezd a Beyoncé-ig. Így van. Ennyi. My pussy tastes like Pepsi Cola. Nem! Nem. Nem! Oh. Nem tudom elviselni, egyszerűen. Ilyen trágár dolgokat gyerekek jelenlétében mondani. Jó, szakad a plafon. De Réka, te is gyerek vagy. Úristen, Réka! Na? Neked még szülői beleegyezést kell írni, hogy elgyere velünk. Összegyenlítetted, Ricsi, én fogom vinni kocsival. Én kértem tőle, de nem kaptam még. Csak mi? Ja, de azt mondtam, hogy... Hagyjál, mert megkérdeztem, hogy elküldjem anyámmal beszélgetést, és azt mondtad, hogy nem kell. És ez így volt, ezt nem legadhatod le. Én szeretnék te anyukáddal elmenni kávézni, és szóban kérni tőle engedélyt. Hát mennyi? Én meg Réka megyek hozzá, hogy szeretnék vele beszélni. Gyere. De ezt hogy rajzom le, hogy csúnya? Én leülök kávézni vele. Anyukám jó fej, bárkit szívesen vendégül le. Ó, de kedves. Ugye? Júj, baszd! Én nem. Basszus. Nincs forszín. Nem merek méri hajat csinálni, mert még leszól. Hát vigyél, úgy rajzoljatok le engem, hogy mindent figyelek. Hú, akkor most kiradírozom az egészet. De már nincs időd. De hogy nem. Elfelejtettem amúgy, hogy streamelek. Szerintem fél órája nem néztem a chatet. Sziasztok! Aki kirogattak, azok itt. Úgyis általában mi írunk, szóval. De nem most, az na, Andi nem. Nagyon aktív. Hú, ez az Andi. Ez miért akarnak az anyukámmal beszélgetni, halljátok? Ez nagyon durva. Hát nyomom, tesó, ez az Andi. Nyomod. Szegény anyukám. Hú, ez így nagyon hosszú lesz, még csak 2:16, és még meg is kell nézni, igaza van Attinak. Hát de figyú, van idő bőven. Az idő, az pénz. De ha kell, akkor ki tudom tolni az időt. Túl vagyunk a fejlődő. Nem, Bence, tehát most már nem lehet. De olyan pár szerintem már, Mari. Nem, amúgy jól vagyok. Csak nagyon fénylik az arc. Jó vagyok. Luca. Mi az az ödök? Baby. Én most miért rajzolok egy embert, amikor két állatot kell rajzolnom? Jól vagyok, persze. Látszik, hogy 3-4-1 van. Le. Deamortizálódtam őszint. Ó, basszak. Kérhetsz bármit, baby. Wow. Ne. Mi van? Hova kerültem? Jaj, mert Jimmy. Jimmy fej.
Na, azt énekelhetsz. Nem. Egyébként nem hallgatok Jimmy-t, ezt szeretném bejelenteni. De most örökre rajtad marad, sajnos, nem sajnos. Nem baj. Benne vagyok a Facebookos Jimmy fanklubban. Ezt rögtön gondoltam. De abba a Bence is szóval. Szóval. Nehogy is, hát én magamtól léptem bele. De nem az volt, hogy belinkeltem a izét? Nem, hanem úgy volt, hogy én már benne voltam, és aztán megkérdeztem, hogy honnan szeretsz ilyen hülyeségeket, mert minden reggel küldte be, hogy jó reggelt kívánok, és én Jimmy, meg Jézus, meg Orbán Viktor, meg ilyeneket küldött. És akkor megkérdeztem, hogy honnan van ez a sok hülyeség, mert én sose láttam. Ilyet, aztán kiderült, hogy én is láthattam volna. Hát én már csak ilyen boomer csoportokban vagyok benne. Ez nem boomer, én is benne vagyok. Hát jó, te kivétel vagy. Szóval Mari csatlakozol? Mihez? Nem figyeltem a Jimmy Z-hez. A Jimmy klubba. Fan klub, Jimmy. A kis sem feledik Slambo Jimmy klubba. Ó, tetszik, persze, hogy csatlakozok. Bocsánat, csak nagy koncentrációba vok. Na, mit rajzolsz? Nem mondom el. Akkor megnézem streamen. Úristen, ne, Jézus! Stream snipe! Sokra ez megyek vele. Ó, mit rajzolsz? Hát ez... Nem is mondok inkább semmit. Réka! És még nekem nem volt időm. Három vonalat kaptam. Meleg. Jól kezdődik. Csak nem én vagyok. De mi az, hogy ezt nem értem? Pedig nagyon részletes adatot el az illető. Én tudom, mert annak az eredetét én írtam egyébként, csak mondom. Mhm. Ne nézd a streamlet, Réka! Nem nézem, hanem a melegből gondolom. Ja. És még én vagyok a csaló. Bezegőt meg nem csalózok. De aludt! Hát azért nekem... Kibántja a majmot! Úristen, ezt hogy gondolja? Jó, mindegy. Mi van? Kibántja a majmot? Igen, mert valaki majmot ér és meg akarják verni, szóval... Ja. Réka, neked mi az official hajad? Jaj, jó. Nekem... Official! Hát úgy van. Nem, már nincs frufrum, hanem... Nem official. Jó, most lesz. Vörös hajam van. Vörös hajam van. De várja, miért vagyok én? Mi az a kopasz túrótorta? Ez van, nem mindegy. Hogy lehet, hogy túrótorta kopasz? Nem tudom. Nem tudok rajzolni egy idős vonat, rögtesz, Réka. Hát, bocs, én már csak ilyen... Goofy vagyok. Ilyen mondat, ilyen... Nem, mert úgy néz ki ez az állat, amit rajzolok. Rögtet a Réka, és ezért nem tudok. Official blondi voltam. És már official red vagyok. I want blondie girl. Hát ugye? Meg is lepődném, ilyen undorítóan néztem ki. Biztos Úristen. Nem. Jézus. Mi az a túrót? Kopasz túrót? De mi az a kopasz túrót? Hát én nem tudom, de ez ilyen... Ezek nem tudom sorrendet. Hogy van ez? Így van ez? De itt valami nem jó. Milyen sorrend? Jó van ez így. Szivárvány sorrend. Zöld utána kéken és utána lila. És az videóban sem ment. Jókébe írtam, hogy Rainbow a Google-be. Rainbow faszadja. Az széki. És nem is írtam magyarul, hogy szivárvány. Úgy is megtaláltam volna. Hát igen. Jézus. Zöld, kék, lila. Ezt nem tud. Milyen meleg vagy te? Messze egy meleg csapat, azt nem tudják mi a szivárvány színei. Beszélj a saját nevedben. Heki szemszajszem. De a Klau megjósolta. Ja igen, igen. Tényleg. Ah, basz. Mi ez a gondol? Jézusom. Amúgy ez egész jól lett, amit rajzoltam. De így vered be a... Kacia, nem tetszik? Ó, ez a Réka volt. Jaj. Mert szép az mi. Most butaságot írott, de nem tudom kinek milyen a... Árnyékolva van.
Mert árnyékol van, de mi az a szar kupac a szellemmel? Az a kupac túró torta. Hát nem olyan, látod, két farkú hogy nem is tölted hogy nem is tölted föl. Sajnálom. Hát mi más lenne az, mint kopasz túró torta? Igazad van, aki jobb majmot rajzol, mint én. Ki az, aki nem tud írni? Az én vagyok. Beyonce. Ez mit jelent ez a mondat? Nekem is valami nagyon érdekes összetett mondata jött ki. Tessék ki, ez mi volt szóval? Konkrétan. Neki most még egyszer is magyarul. Sajnos nem beszélek magyarul. Akkor spanyolul. No. Ti por favor, Natalia? Yo no hablo español. Nem tudom, hogy néz ki ez a szizé. Alfanesz, amúgy itt van? Igen, csak nincs itt van, hangban. Csak hangban nincs. Ja, jó. Ja, jó. Nem mer. Jézus, hogy nézem. Szégyentelem. Biztos még mérgesen. Elég gáz. Már mit csináltál vele, szegény? Nem adtam az Amandának vipet. Kiváltotta úgy, hogy az Amandának. De galád vagy te mondtam, is. Hogy ilyet nem lehet. Mert ugye pont ez a lényeg, hogy magadnak farmolt ki, és csak annyit írogatott egy 20 percig, hogy de lehet, de. Szegény. Tisztelen egy ember vagy. Ó, ez egy piros srek lett az ördög helyett. És ignorálja. Na, mit csináljon? Rihari. Mit ignorálok? Rika beszólt neked. Mit? Ki? Hogy galád vagy, azt mondtam, hogy milyen galád. Szívtalan. Én elfogadom, szívtalan. Az fog. Na, valakit most dobtak ki, most bannoltak, hallottam. És nem engem, ez nagyon durva. Nem, az szép kitenném a hűtőre, helyes kacia. Az... Jó, van legalább. De, csak annyit írtam. De most már amennyit próbálkozott, én azért... De én kipörgettem egy vipet. Egyébként. És aztán pörgettem egy ilyen activity-t, az meg nem lett megcsinálva, szóval... Mi? Na, most mutogatsz rá, hogy mit rajzolsz. Nem lett megcsinálva az activity? Nem. Miért szóltál? Hát meg gondolt, mert eljöttünk scribble-ezni. Jó, hogy ti elmentetek. Kinek, melyikőtöknek van most kék haja? Ricsinek? Vagy kinek van most? Hát engem inkább, most eredeti hajszerem van, de szerintem kaptam engem akartam ábrázolni. Szerintem az engem, az én leszek. Vagy lehet még a Fox is. Nem, mert fiú, majd is rövid hajú. Lehet, hogy Ati. Ati, nem mi? Én nem. Jaj. Mi volt? Ez micsoda? Jé, mi van? Ki írta ezt? Egy kicsi ki. Na, tudja, heki volt. Mikor várjuk, hogy véget ér én a szemben. Én most rajzoltam. Ja, nem. Persze. De kaphatnak olyat, amit te írtál régebben szerintem. Nem, egy más után. Ja. Rajzodok. De mindig. Az inkább kutya lett. Norbi, az inkább kutya lett. És ilyet nem lehetne. Rajzol egy majmot. Ez kutyának néz ki. Jó lesz. Nem lehet, hogy skippelem ezt az activity-t, mert ez nagyon unalmas. És akkor visszatérek a múltba, és akkor megkaphatja azt a vipet. De, persze lehet. Amúgy meg na. Én vagyok a kegyetlen Réka, amikor mindenki adott a másiknak vipet, meg hát én azt nem akarok másnak adni vipet. Én ezt nem azt mondtam, én azt kérdeztem, hogy pörgethetek mást? Hát, ugyanaz. Na, kinek szeretnél vipet adni? Hát Amandának. Amandának. Akkor. És akkor jön Alfi is, hang csatiba. De nem, én ezt Alfanesz javára. Kiátszottak téged, Méri. Hát az Alfanesztől kapja Amanda, de... Konkrétan kiátszottak, 200 IQ.
Igazából a saját szabályaiddal szúrták is eljárt. csak annyi, hogy az egyik az egy hétre szúr, a másik meg örökre. Ja. Mint az enyém meg a mencé. Tehát az enyémet is felejtsd már. Jövök a szekrényből és patériát csapok. Jaj, ne, Bence! Még maradj ott! Ez hogy rajzoljam le, hogy túlélte? Nem, ennyi. Nem volt meg. Yeah, de! Nem. Addiktívjuk most a Mérinek az agyát, hogy mindenkitől elveszi a VIP-et. Vannon, nem jön Pécsre. Így van. Ez nem így működik. Oh. Én félek Alfanesztől. És így nem tud felettem hatalmat gyakorolni. Mert az Alfanesz az baromi, nagyon, baromi félelmetes egy ember egyébként. De amúgy az. És a kis cuki formával. Jó, mondjuk. Meg a cuki hangjával. Az Eszak volt az, aki törölt egy kommentemet. Jaj, de jó, ez a rajz, ez nagyon tetszik. Én is egy cukit kaptam. És végre nem hozzánk kapcsolni. Én valami megmagyarázhatatlan. Én azt kaptam, akkor az biztos hogy Attila üvöltözik. Akkor csak a szoki. Remélem, még itt van azért ti, és látja a rajzokat, amik róla készültek. Hát akkor meg fog lepődni, hogy mennyire művésziek. Hú, ez az. Na, hát akkor is egy kis csetet. Közben kidobott, amúgy remélem, attól még maradtak a dolgok. Ó, Killer, sajnálom, nem tudsz visszalépni, próbálj meg rákattintani a szebb csettel lévő linkre. Hát, ha vissza tudsz lépni. Kacidia, te nem akartál volna eljönni majd a következőbe? Oh, miért van ennyi szellem? Ennek Margójára kaptam egy jó kis atisat. Az ordibálósat szerintem. Na, azt én írtam speciálban neked akkor. Köszönöm szépen. Látod, gondolok rád. Miért fagy le? Lefagyott. Te is. Ja, én nem tudok rajzolni. Ja, böngésző. Tudnám én? Nekem jó. Visszadobottok. Nekem valaki jó. Már kész, gyerekek. Valaki már kész. Annyira túl akar esni az egész ember kész. Melyik volt az? Biztos nem a Luca. Aki az utolsó másodpercig rajzol. Ilyen minőségi munkáért. Igen. Igen. Volt a kutya. Amúgy most már én is egyre ilyen lustább rajzokat csinálok, ez is érdekes lett. Én nem... jó. De csak azért, mert láttam, Kittitől van egy mozog. Köszi szépen, jön a T-rex tesi. Jézusom, ezt látnom kell. Bum-bum, Réka. Bum-bum. Jó zenekének közben. Élőben nem nyernél, élőben nem nyernél. Jaj, mi? Majd... térde, mi kérsz? 27-én kívülök. Magasabb vagyok. Széléka. Jó, hát én bárkit leboxolok, őszintén. Csak kérned kell. Ez mi? Barri, tökéletes. A Méri mondta azt a Rékának, hogy térde, mi kérsz? Konkrétan magasabb vagyok a nőnél. Hát a Mérinek mélysége van a magassága. Na jó, hogy van! 163 a legjobb magassága. Anya bullying, szerintem, hol az a VIP-et, unvip-el lehet leszedni, Marian, csak szólok. Na, köszönöm szépen a tippet. Ricsi, te miért vagy ellenem? Te miért utálsz? Én neked szurkoltam. Milyen Bence ellen? Hát Bence szólt be a mélységével. Jó, akkor mégis van egy pusztály a kocsiba. Azért egy sok Anna volt, de nem baj, elnézzük, mert nem tudhatod, hogy hogy néz ki egy pénisz, levidegve van. Jézus! Na kész is vagyunk. Szeretnére nem kaptam. Vége! El tudjátok ezt hinni? Hát ennyit még életemben nem rajzoltam. 3-4 óra volt. Nem volt 3 óra. Mi? Hát 20 perc volt. 20 perc volt. Még 20 perc mire. Hát akkor még egyet. Magunkat. Na, akkor mehet. Bence Sugar Daddy-t keres, pedig ő a Sugar Daddy. Na, ez egy Inception. Na. Ez mi az ott a jobb festés? Nem tudom, anyjába a pénzét nekem adja. Beyoncé, Daddy. Mi? Kitalálta a Réka? Honnan? Egy ördög elviszi egy ember minden pénzét. Ó, szerintem innen jött a...
Ne. Hát te meg, az néz... egy ördög volt. Még a farkával is viszi a pénzt. Ördög fütyülőse nem ad pénzt. Fütyülőse nem ad pénzt. Ez mit jelent, Eldé? Ördög fütyülőse nem ad pénzt. Valami mondás? Ördög fütyülős pálinkával itatja az embert, aki nem akar há. Látszik, hogy leszbi vagy. Egy ember kér innivalót, de a démon cica nem akar neki adni. Démon cica? De nekem valami Attillás jött. Nem ad inni Atinak. Aha. De várj, mi van? Hát lehet, hogy nem is ez az. Mi az? Nagyon szület. Szarkokat. Cica nem akarja inni a vizet, amit adnak neki. Ezért Ati beszarik. Miért? Ilyen folyt kihagyni. De akkor nem ez az ördögös, amit kaptam. Van még nem, egy ördögös. Igen. Kaptam. Van, hogy három szellemes. Hamburgerről álmodó fiú. 3-4. Ó, akkor ez egy random fiú. Akkor ez nem a Ricsi. Nem a Ricsi. Álmában egy hamburgert és ölt krumplit. Ó, nagyon enném most én is. Miért csináltátok mi? Itt lett a kék hajam. Jó. Valaki Big Mac menüről álmodik és folyik a nyála. Ú, de jó, nagyon enném. Nyam, nyam. Hamburgerrel álmodok. De nem a meg kis gluténmenteset, ugye, Heki? A világ legszebb a hamburger átmeg. Fogyókúra alatt megint jár az eszem. Na, Ricsi! Amit ha ráültek volna. Éhes ember, a mekire gondol, szomorú arc. Engem amúgy nagyon szomorú. A izé nagyon jól néz ki. Na ez, erre hittem, hogy a Ricsi. Ricsi szomorúan gondol a mekire. Basszeg! Ó, itt a tested lett kék. Ricsi nem kap ma Mekit. Na, de az LD tudta. Ez az... Egyre éhesebb összeg. Barna volt a haja. Igen. Na. Marit meg akarják koronázni, de Attila ellopja a koronát. Ú, de köcsög ez az Attila, még a koronát is ellopja tőlem. Ja, hát én nem kaptam meg, hogy az a... És mi az a haj? Attila veli névi koronája a Krab Game-ben. Szerintem direkt. Bulling. Koszka fejem van az Atinak! Atika elveszi Maráj koronáját és a földre dobja. A Dani elment, de ki le vissza tudott jönni? Hát milyen, nézzük, milyen bögyös. Igen, milyen csöcsei vannak. Elvette Marian koronáját. De amúgy tényleg nagyon jó. Tessék? Nem, ezt nem rajzolj. Mondom, Bubu Maris. Miri sír, mert Ati ellopta a koronáját. Jó, Ati visszajött valahogy. Ú, de kis köcsög feje van. Hogy futok? Ez én koromnál... Ú, Ati megverte Marti a Krab Game-ben. Tényleg ilyen feje van. Ja, ez az, jaj de jó, jaj de jó. Ati már mindenkit a halálba taszít. Attila elküldi a satet a pokolba. Szó szerint, ez kurva jó. Hát itt már lusta volt, mint már fáradt voltam. Ja, ez nagyon legjobb. Jó volt. De ezt nem értem, amit a Mark rajzolt. Itt engem szétdarabolt ez Attila. Nem, felrobbantál. Jó! Halálba taszít. Ez szín. Diktátor Méri. Folyóban horgászó majom. Kösz, Alfi! Miért írsz ilyen family friendly dolgokat amúgy mindig? Barna egér horgászik a Dunán. Tényleg, Alfi, ez ilyen kis cuki dolgokat. Szia, Epsi, mi újság? Először a kecske, gondeszkázik. Valahogy a majom. Csoffat macska horgászik. Amúgy igaza van. Majom egér macska. Ez a Tofi lett. Csopat macska. Egy barna cica kukacsal horgászik. Aj, ezt légy szíves, ne nézzétek. Fontos, hogy kukacsal. Igen, azt mondta. De ez nem is rossz. Kis cica horgászi ment. Mérinek a macskán miért szemtelen? Jézus. Ez is jó torszak. Macska halra horgászik. Tényleg már nem is macskát kap. Nem. Itt valahol kutya lesz már. Igen. Egy cuki kutya horgászik. Aj, de legalább cuki. És itt én volt. A Norbi, ez egy macska. És én ezt az kaptam. Úr, ez nagyon jó. Ez nagyon jó lett. Egy aranyos kutyus horgászik egy tóból. Milyen hasizt van a kutyának. Maria, lusta voltam rajzolni. Egy dolg. Komor. Még a kutyát se írtam le. Nem megpusztulok. Marislana derre itt hallgat.
Ó, hát ez nem így jött el hozzám. De Réka, nem szabad írni. Méri kiütéses lett Lana Del Rey-től. Hát de mi? Hogy? Hogy? Mi? Hogy? Hogy kellett volna ezt másodszor? Mindig ilyen jó, kap be! Hát lerajzolsz egy puszit, ami Pepsi Cola ízű. Tehát ez sokkal jobb lett volna tényleg. Milyen szomorú, amelyik szomorú volt. Ne, léci, ne! Hogy mi is itt Számó! De nincs proof. Réka Zámból számot jó, jó, örülök, hogy legalább eltaláltam a nevet. Meg már fekete a hajam. Élni akarom. Réka Zámból Jimmy-t énekel. Szia, Erikszi. Most elkezdem. Rég láttál élőben, pedig Erikszi most ebben majdnem minden nap volt. Réka a kedvenc Zámból Jimmy dalát énekel. Vagy egy küklopsz. Mi? De most a mit láttam? És mégis kitaláltál. Ez tök jó, Jimmy. Hát ez durva, hogy miből mi lett. Maris Lana Del Rey-t hallgat, és ebből ez lett, hogy a Réka még nem beszítetek. Hát a védjegyem konkrétan. Igen, na Marika a fütyülős locsoló kannát jelenti, csak nem pirosot, hanem bőrszín. Ja, oké, értem. Most már értem. Szerintem Réka és Jimmy rokonok, azt írja Claudia. Igen, ugyanúgy néznek ki. Na, van benne. Hát annyira hasonlítunk. Köszi, Lilla, hogy itt voltál, jó éjszakát. Szia, szia. Pride hónap van, ezért hetero lettem. Jézus. És ezt kapom, és én hogy rajzoljam? Ó, ez nagyon jó. Hogy rajzoljam, mert hetero lettem? Pride mond. Pride mond. Ezt a Barbie hangján kell kimondani. Ne nézzétek azt a Naptárban van a Pride időpontja. Úristen, sok meleg, hogy felháborodott. De nem, Mati nem meleg, mégis ő kiabál a leghangosabb. Őt bántottam meg a legjobban. Közeleg a Pride július 15 városügyekben gyülekező 14 órától. Egy szivárványt hogy nem lehet jól lerajzolni? Igen, meg se szólalok, hogy megbántják. Gyerekek, akkor elmondjuk, hogy én szintévesztő vagyok. Nem látom a színeket úgy, ahogy ti. Jó, ki akarja magyarázni. Kapok 16 millió színpalettát, szerinted látom? Hétvégén Pride, Méri végre önmaga lehet. Az egy román de milyen színeket tévesztesz egyébként, Ricsi? Bár azt se tudom, egyre többet. Maris megy a Pride felvonulásra, így. Igen. Azt írta az Andi Ricsi, hogy az egy román zászló. Marált egyedül vonul a Prideon szomorú arc. Egyedül vonul. Hát ott mosolyog a Marált, hogy egy szomorú arc. Nem akart velünk vonulni, ez azért van. Nem az a lényeg, hogy végig megmaradt a Pride. Hát de ennyi. Amúgy igen, no. Igen. De Agnes, az önnek kérdésem, hogy miért van a hajam egyre messzebb a fejemtől? Ezt akartam mondani. Legalább a Pride megmarad, de Mari haja nem. Olyan meleg van, hát így fel van nyírva. A hőmérséklet. A Mari streamben sminkkel. Égnek áll a haja. Jaj. Nem azt mondta, hogy Mari. Se, hozzá én ilyen semmiet nem kaptam egyébként. Ó, ez nagyon jó lett, Heki. Miért saját magát nézi stream közben? Saját magát nézi. Norbert? Egyértelmű, mint a stream. Már rövid is a haja? Miért lefagyott és csúnya lett a haja, C. Csúnya, hát igen, csúnya lett. Nem tudtam, hogy rajzolja a csúnya hajat. Lefosta valaki. Méri nem videózik, mert elrohadt a haja. Az igen. Elrohadt a haja. Marian nem van szereti ez? A haját, inkább leborotválja nullára. Miért van ilyen messze nullára? A fejemtől a hajam? Mire értettek, hogy jó, nagyon Marák hangosak mérges, a többiek? Mert nem tetszik neki, ahogy rajzoljuk a haját. Hát bocs. Úristen, killer! Jaj! Ez félelmetes. Ez van neki. Ez meggyilkoltam. Hát ez konkrét. Réka. Attila azt mondja a... Miért az Attila? Kopasz. Hogy röhög a bal, imádom. Ja, hogy a hajra írtak le a volumot. Mi? Alut még nem hallottam. Nancy megjelenik éjszaka Méri hálószobájában. Nem mondok semmit. Nancy Andes. Bu. Méri kére ráront egy szellemálmában. Ugye nem én vagyok. Jó. Jó, ez egy olyan szegény. Alfanesz, a hajam. Marit megtámadja egy szellem, miközben szúnyál. Jó. A szenyém köbben ugyanez.
Még padon alszik. Médi érzegeti a nagy szellem alvás Sorry. Közben. Szegény Médi csak aludni szeretne. Anyádat! Egy szemben megijeszti Marit. Kitekeredik a fejjel, úgy se te parad. Anya! Piros a hajam, beszarok, hát ezt a viszont. Veres Marisz menekül egy szellemelő édesanyja karjaiba. Marisz meghalt egy szellemtől, de Barbie túlélte. Ó, Barbie lett anyából. Marikét megöli egy szellem, aminek valaki nagyon örül. Barbie? Azt igen, Nem, az egész úgy van, hogy Barbie a szellem. Mari megölték, ő eltűnt, utána a szellem megölte azt, aki nagyon örült neki. Hát bocsánat, ezt nem tudtam teljesíteni. Micsoda lore van mögötte, sztori mögött. Bence a Sugar Daddy. Na megint sugár. Aj, Balú. Ebből megint nem jött át nekem semmi. Ó, ez az. Tudod, az egyik én leszek. Milyen sárga? Jó úr ember pénzeli a szeretőjét. Miért van ősz haja? Sorry. Őszajú úri ember. Az mi van? Eltéve a szemüveges ovál pasizsák pénztagás és bögyös cégának. Szemüveges ovál pasizsák. Bögyös cég. Két percig értem ezt a mondatot. Szemüveges szép fiú pénzt ad az ödögnek. Ötöknek? Ötöknek. Harry Potter lesz. Balú megveszi az ördögtől a botját. Ez hogy lett Balú? És minek kell a botja? Ó, nekem ez... Ó! Szerintem nem lett a Harry Potter. Attila ellopta az ördög botját. Igen, tudtam, hogy... kaptam, de itt el... Más kaptam már ebből. De akkor ez egy piros seg. Fati már az ördögöt is bulingolja. Ja. Ellopta a botját. Én kaptam, de... Puli. Ó, és hol a bot? Itt is puli. Jó van már. Ati buláingolja a szomorú ördögöt. Buli, buláingolja. Bula. Nagyon szomorú. Ati mekkora köcsög, még az ördögöt is bulingolja. Ati bulingolja az ördögöt. Homárok vonulnak a Prideon. Homár. Mennyi szájt volt? Azt igen, tudtam, hogy valaki szó szerint ért. Csillámfiszlámák a Prideon. Csillámfiszlámák! Ó, azt hiszem, innen jött a izé. Jaj! Innen jött a zebra, jó van. Egy géló. Egy milyen ló? Hát nem látod? Ó, ez nagyon jó. Szilánybóni. De legalább valami lóra hasonlító állatot csináltatok. Hát még ez is jó, hát én rajzom bénat. Jé, zebra. De szuki, Mati. Na, ez jött zebra. Hozzám. Zebra. Ebből lett a kutya. Nem, utána ugyan a zebra lett. Adjál. Egy fekete zebra gézászós tizsiben. Adjál békét. Ez legális. Gézzebra szláj. Na ez milyen zászló? Szivárványos kutyuska a zebra bocsi. Én ezt el akarom menteni. Jaj, ez nagyon jó ez a rajz. Ez már egy kicsit malac is van benne. Román zebra. Az hát, profilképnek berakom. Hú, várjatok, mert ezt lementem. Csak el kell takarni a képernyőt. Berakom profilképnek most. Szerzői jogokat remélem nem sértem. Köszönöm. Tehát nekem is öcsém is szintévesztő, de nem rajzol román zebrát. Itt baj van. Az a, bejött az Andi. Hello. Mutatkoztam már ott. Gyere nyugodtan. De annak is vannak fokozata, és én a legrosszabban vagyok. Tehát nagyon fogyatékos értem. Így van. Az igen. Köszönöm. Jöjjön is egyből otogat. Én eddig azt hittem, hogy az Andi jó fej, de innentől kezdve háborúban. Én sose gondoltam. Megosztom neked, Andi, és akkor... Ez ilyen friendly fire. Jaj, de jó. Delay nélkül lántod. Hoppá. Elit. Marájk és Barbie feláldozzák Attilát. Jézusom, miért van a Barbie-ra kék haja, és az Attinak rózsaszín? De mert is a tudja a Zsabi. Ja, hogy ez kék. Igen, tényleg. Ó, itt azt hittem, ez a Claudia. Laura küldi Atira a prikézsiát, védve Marit.
Az jól mi? Teszi a kau. Pantamosok megverik a majomárkó. Szerintem az LD nem tudta, hogy mi az a prikésia. Jaj! Heki! Pankemósok megverik a majmot a csúnya emberek. Jaj! Rics, kérem, őség! A bagolyt felidégeli a kopasz, aki kamerázza. Kopasz. Milyen cuki bagoly? Nagyon aranyos. Az én generációs bagolyetit videózza kopasz túrótorta. Miért? Bagolyetit. Egy vakond videóz egy barna téglát. Ügyes vagy, Ricsi, csak én sem mondom kamerán, de tényleg nem jövök. Ez egy fóka. Ez egy téglát videóz. Hát az egy... De várjál már, most nem tudom. Ez a kopasztúró torta, ez valami belsős poén, mert lesz még egyszer, mert a Réka is valami kopasztúró torta. Én nem tudom. Méri padlizsánt ültet egy kórház mellett. Ez jó lesz. Jön a pénisz, de az egy pénisz, az egy piros pénisz. Méri egy piros pénisszel a kezében locsolja a padlizsánokat. Heki, most miért izéltet át? Miért nem pénisz rajzoltál? Most a táncol a padlizsánoknak. Egy pénisz láttam. És most komolyan eltűnt a pénisz locsoló kanna. Heki, tökre tetted. Mari szőlőt öntöz. Hol szőlő? Igen, én ilyen ezt kaptam. Visít az Andi már. Mari slaggal locsolja a szőlőst. Hát jó fröccsöt. Egy jó fröccsöt. Hát kimentem kajáért a konyhába, és megláttam a bort, és így voltam, hogy... Méri szőlőt permetez nagy lelkesedéssel. Permetez, hol permetez? Jaj, mert van ez? Haj, Rapunzel, engedd le a hajad! Mindezi a hatalmas uborkákat. Az Alfenez esküszöm tire így csinálja. Mi ez egy póló? Méri uborkát öntöz. Az egy cipővel öntöz, vágod. Egy ridikülben. Hihetek, meg egy kis... Ez nagyon jól lett, Luce. Mérike fiúként született újjá. Jézusom. Ó, na hogy fogok kinézni? De miért van... Jó, én már rögtön elrontottam, hagyját. Marian befesti a gyereke haját, mivel Mati csúnyát éri Zoltán. Mi van? Rajzolták ki. Na, ez gyorsan átment más irányba. Méri pirosra festi valaki haját. XD. XD. Az egy WC. Mari festi valakinek a haját pirosra. Az itt tökében pont felmegy a sejjukatba, tudod így. Mekkora szemem van, Luca? Méri befesti a pupillám pirosra. Drogos Méri. Énekek már észre se veszi a haját, Mari. Már észre se veszi a haját. Már külön életet él, mert elszáll a fejemtől. Méri befesti a ti haját pirosra. De na, most mi? Udaunod fejetek. Minden éres kézzel masszírozza a piros tusi hajjal. Miért vagyunk kiütésesek, Réka? Maris és Kalupuszik. Fordított ukrán zászlót Mérinek Maris... amúgy a hajának. Jézus! Köszönöm, hogy kámod. Harry Potter susikat készít varázslattal. Hú, de ennék susikat. Nem tudom, hogy lesz. Ja, hogy én ebből már tök mást kaptam. Úristen, killer, ez nagyon para. Harry Potter alkémiát próbál tanul. Két ogre csöcs. Méri avad a kedavrázza Harry Pottert. Harry Pottert. Ú, na jó, Heki, annyira jókat rajzol. Én itt elrontottam. Marianna Voldemort. De miért? Miért vagyok Voldemort? Megkaptam Daisy Voldemortként, amúgy. Voldi Méri megavadáz. Gyanúsan jobban néz ki így, mint amúgy Mériként a rajzokban. A naperban Réka. És egy varázsló elvarász. Ez elvarász. Nagyon jó, Márk. Márk ez a legjobb. De alig kaptam valamit a végén. Elvarasz. Ki röfög az Andi, te? Én röfögök, igen. Kaptam. Én is most segbe lehet, de... Imádom ezt a röfögést, zseniális. Ez annyira jó lett, Matti, ez nagyon cuki. Egy varázsló kihúz egy nyuszit egy kalapból. Egy ez a balú! Ez a balú, balú! Jaj. Hát ez nagyon jó. Mosogatógép szellemi süzgeti a homofóbokat.
Mi van, killer? Jaj, nem mit kaptam. Én nem is tudom, mit kaptam ebben. Egy szellem egy melegutálót kerget. Melegutálót kerget. Nagyon mosogatógép, az hamar eltűnt. Ne tudom, mit kaptam, Jézus! Szellem egy homofóbot akar megtéríteni. Lehet nőtrajzolt melegutálónak, aztán adtam a mosogatógép. A végén megtérül, csak szóló. Tényleg! Sikerült akkor a misszió. Szellem próbál megtéríteni egy gégyűlölőt. Azzék! Be fogják csomagolni műanyagba a streamet. Tényleg? A szellem fél a kopasz túrótortától. Mondom, ez a túrótóra... Túrótóra! Na, ki is mondtad, hogy milyen? Szülinapja van egy szellemnek. Jó, értem. De hát mondtam, hogy ez az, és nem írta le. De... Szellem elfújja a gyertyákat egy Pridosz tortán. Pridosz. Hát én köszönöm egy Pridosz torta, az csak egy torta, ami színes. Leköpik. Szellem ezer szülinapja. Azt mondja, szándékosan nem Pridosz torta. Miért homofób vagy, Mati? Na, nem akartam izét arrafele menni. Na, utolsó kör. Nekem most már kezdve is kezdve, mert nem hajón. Tudok szivárványzást csinálni. Na, itt a hajó... Hú, ez nagyon más. Ez nagyon más. Barbie és Betty majon banánoznak. Köszönöm szépen. Hogy lesz ebben Barbie és Betty? Az komoly. Az komoly shaming Gucci. 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 Barbie majom odaad egy banánt az Elit Gucci Bettynek. Elit Gucci. Igen, Alferenc közben leesett, ahogy kimondtam. Ó, ez Barbie majomnak öltözve banánt ad egy Gucci táskás embernek. Barbie majom? Jaj, de cuki néz! Csak lemaradt az ember. Egy majom jelmezes ember Gucci banánt vesz. Gucci banánt vesz? Hogy az, egy Gucci banánt? Matti, miért nem tudod, mi az a Gucci banán? Majom banánnal vizet, egy banánért egy banán automatában. Mi van, Ricsi? Ja, tényleg. Mi? Nem! Ezt le sem merte már rajzom. Na, akkor dobta ki a killert. Ah, Balú, majdnem ugyanazt rajzoltuk. Igen, a killert kidobta a játék. De cuki, kis mizé banán gyűjtő majom. Oh no, ennyi volt. Hát pedig ez... Ez nagyon jó volt, igen. Hát na, köszönöm, Marian, mióta nem olvastad a csetet? De olvastam, csak nem reagáltam, de most olvastam mindent. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy részt vett. Most be fogok hívni akkor nem szabosokat. Nagyon-nagyon fán volt. Úgyhogy puszillak titeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Puszi-puszi. Sziasztok. Hát ezen meghaltam, úristen. Na várjál, Andi, hol küldjem neked ezt? Kezdőlap. Küldök, Andi, várjál. Na, most nem szabosoknak, vagyis hát, na, várjatok, szóval úgy lesz, először is elküldöm Andinak, de azon, tehát rajta kívül bárki jöhet, szabos is, nem szabos is, a lényeg, hogy azok, akik nem voltak az előző két körben, és a chatre fogom beküldeni a linket, úgyhogy igen, Kacia, nyugodtan gyere, annyi, hogy most már nem leszünk hangban, de várj az arcom nekem is, Luca, de bárki jöhet, szabos is, nem szabos is, most már kicsit egyébként kezdek halkan beszélni, mert elég késő van, szóval próbálok nem ordítani. És akkor... viszont ez a hitelesítve, ez tök jó. Vagy hitelesítve lehet belépni. Úgyhogy ezt fogom alkalmazni. És nekem tetszett ez a normál egyébként, úgyhogy normált fogunk menni. 16 játékossal. Mert most még egy óráig megy a stream, úgyhogy szerintem ez még ugye bőven belefér. Csak nem tudom mondjuk, hogy hányan jönnének, lehet, hogy mondjuk két kör kéne, és akkor át tudjátok, mit inkább legyen legyen tömeg. És mert szerintem lesz két környi ember. Én köszönöm a gémeket, fán volt, és sajnos már nem kell, mert holnap Melo Tövios. Oj, Norbika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Csokkollak. Szia-szia. Na várj.
várjatok, azt mondja Andi. Úgy tudok neked Discordon üzenetet küldeni, ha először bejelöllek. Ja, már te bejelöltél. Oké, akkor elfogadom. És akkor Discordon elküldtem neked. Megvárom, míg belépsz. És akkor utána küldem a többieknek a chatre. Örülök, hogy élvezted, Javi. Küldte recepteket? Hát újra elküldöd, léci, mert ugye nem látom most már, most így, tehát hogy csak onnantól, hogyha onnantól küldöd, hogy barátok vagyunk, onnantól látom. De küldöm a chatra, bárki csatlakozhat, és akkor valószínűleg még két kör lesz, szóval hogyha most nem fér be valaki, nem probléma. Mert akkor lesz még egy. Ez az. Katia is bent van. Cloudy Girl. Ez az. És ez most tömeg lesz, úgyhogy most rövidebb, tehát kevesebb idő lesz rajzolni, meg mondatot. Úgy tényleg a mondatom már most gondolkozom. Nagyon szépen köszönöm, Nix, hogy itt voltál ilyen sokat. Puszillak, jó éjszakát, szia-szia. Ó, Zsami, szerintem nem. Remélem tetszett a Voldemort, mert itt tökéletes volt, Márk. Tényleg 3-4 óra volt, Luca? Fel se tűnt. Na mi van, nincsen elég ember? Akkor lehet, hogy nem lesz két környi ember? Pedig azt hittem, mert 124-en vagyunk még mindig. Bárki jöhet, bárki csatlakozhat. Vagy lehet, hogy lépnek be a Twitch fiókjukba az emberek, mert ugye hitelesítve kell. Hát killer még várjunk, szerintem csak az emberek keresik a jelszavukat, meg ilyesmi. Telón ez hogy fog működni? Hú, Bálint, nem tudom. Talán egyszer játszottam Telón, de nem nagyon emlékszem. Van, aki még próbál belépni, csak valami miatt nem tud, mert akkor várunk rá. Mert ha nem, akkor jöhet olyan is, aki már volt. Elfáradtál, Matikám? Ugye ez volt el nagyon? Könnyebb rajzolni? Hát tulajdonképpen lehet. Attól függ, mekkora a telefonod. Meg az ujjad. Na, Heki meg azt írja, hogy nehezebb. Köszi szépen, Lucus, hogy kipinelted a linket. Oké, nem írja senki, hogy várjunk rájuk. Meg vagyunk. Oké, és akkor tömeg. Én végül nem tudok, csak nem tudok aludni, így jönnék én is, de suta vagyok, hol találom. Effi kipinálta a Luca ott a link, de most pont beteltünk, de a kövébe jöhetsz egy olyan 15 perc múlva kb. Ami egyszerűt kéne kitalálnom. Ez jó egyszer hang. Ó, elment valaki. Akkor jöhetsz, Effi. Jó, Ákos jött, oké, és... mit találjak ki? Jó, random, ezt szeretem ki. Ki? Az is jó. Na, Effi, majd a kövibe tudsz csatlakozni, de most igazából egy ilyen tömegmódot indítottam el, szóval ez elég gyorsan meg lesz. Tudtam, hogy ilyenek leszek. Hú, most hozzászoktam itt a normál módhoz, hogy egy csomó idő van. Mondjuk nekem még az is kevés volt. Jaj, kitört a derekamát, mint az életben. Hoppá, van egy heg a fejemen. Nekem is úgy kéne a helyem rajzolni, mint ahogy Alphanes rajzolja, az az új globális. Ez nagyon messze rajzoltam, most hogy fogom? Most fogom megverni? Ilyen hosszú kezeim leszek.
van? Úristen, tényleg hozzászoktam a izéhez. Ú, basszus, hát ezt elbakcsisztam. Még akartam ilyen izét is rajzolni, hogy hú, ilyen nagy csata, tudjátok, mint a... Ú, na ez most összezavarja az embereket, hogy mi az ott középen. Mint a Sims-ben, amikor így összebunyózik két... Na ez mi? Wow, egy kutya ugat a holdon. Maybe? Kidobott, Vivi. Aj, sajnálom, majd a kövibe gyere akkor. Ezen kívül még lesz egy. Két ember. Sennyi. Van egy olyan sejtésem, hogy az embereknek nem nagyon van ideje rajzolni. De ez a baj, hogy ha megint normált kezdtünk volna, akkor ugye csak egy körre lett volna időnk. Hát akkor két ember. Hozzá kéne valamit költeni. Hogy valami legyen, nem? Nem tudom, rajzolok egy gitárt mondjuk, abból mi lesz? Tudok én gitárt rajzolni? Most csalok, hogy hozzá költök? De hogy legyen valami, mert igazából végig csak két ember lenne szerintem. Ez úgy nem izgi. Hát ez gyönyörű gitár lett. Ez egy gyönyörű basszus gitár. Jajaj! Azt kell, hogy mondjam. Ez az, legyen ilyen menő piros. Bum, menő. Húha. Nem! Na jó, akkor nem lesz. Az a rész fehér lesz. Csodálatos, köszönöm szépen. És ilyen nem megy zene. Van. Mi van? Azt a milyen kis csillanás van a szívem. Van szíve kinek? Az embereknek. Nem értem. Egyed, a lovat megcsipi egy M. Húha. Ez megint egy jó ló lesz. Mik ezek a nyögések a zenében? Húha! Jaj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 
Semmi baj. Booty soaping. Úgy sikerült, te még nem alszol. Ez olyan szexi zene a fülembe. Oké, okay, megcsípi egy M. Ez egy, jól látjátok, egy M betűs szúnyog. Látjátok, hogy oldalt van az M betű, és ott van a szúnyog szárnya? Ez az egy 200 IQ ez a rajzom. Egy szarvú lesz, lehet? Gyurma! Úristen, a végtagjai elszálltak a testemtől. Méri ketté vág egy piros gyurmát, maybe? Vagy nem tudom, mi akar ez lenni. Ez a zene visszahozza a Café Szimulátor emlékeket, tényleg ilyen ment Kitty közben. Maris házi állatot talál? Milyen házi állatot? Hú, na most már fáradt vagyok egyébként. Boldog Méri. Legyen izé, Alfanesz által rajzolt hajam? Ez tetszik. Volume. Mi legyen? Teknős? Most ez jutott eszembe valamire a házi. Az is egy, lehet egy házi állat, nem? De bár. Tök kicsi farka. Feje. De csuki. Csuki. Csuki vagyok. Szeretnék is a nagyok. Én is bekockázom. Mint a réka. Pont olyan szépen is sikerült. Mert én rácsodálkozok. Jaj.
hogy hú, én ezt most találtam. Ebből biztos most, hogy átállítottam a száját, lehet majd tudni, hogy most találtam. Vagyatok, nincs zene. Na. Mehet? Egy piros béka karaókezik. Ez túl gyors, de az a baj, mondom, hogy oh, hát ez nagyon cuki. Ka. A kettő kalapos között kéne valami bálni. Mert az a baj, hogy 3-4 óra. Ricsi! Ricsi, már vége? Köszönöm a mai napot, nagyon jó volt. Ricsi volt a még $5 money. Éneklő gomba. Aj, nagyon-nagyon cuki vagy, Ricsikém. Nagyon szépen köszönöm az öt, azt hiszem, hogy jól láttam, hogy $5 támogatás. Nagyon köszönöm szépen a támogatásokat, meg hogy itt voltál ilyen sokat, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neked. Köszönöm szépen, Ricsike. Jó éjszakát kívánok, hogyha mész csücsökelni. Na, várjatok, mert lemaradtam. Kalapos virsli karaokezik. Hát ez nagyon cuki, Claudie girl. Édes krumpli szombréró kalapban énekel. Jaj, de cuki. Éneklő gomba? Hogy lett egy gomba? A békában gomba lett, igen. Ez egy piros kuki? Jaj, ne. Mert tegnap néztétek meg ezt a videót, mi? Ó, milyen nagy bor. Marisz egy üvegbort akar nyit. Marisz egy üvegbort akar nyit. A kesztyű, Ádám, igen. Méri. Ó, ez csak Méri lett. Miért volt nálam amúgy kesztyű, hogy ne nyomja a kezemet? Csak szimplán Méri. Csak ne nyomja a kezemet a filctól, meg a mindenféle, amit próbáltam belenyomni az üvegbe. Hol a só? Na hát ez az. Tudom, de egész így itt voltam, csak támogatom, hogy legyen több, ilyen nagyon jó volt. És nyugi, iszunk is majd. Köszönöm, Ricsi, nagyon örülök, hogy tetszett nektek, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok. Milyen szerelmes a cicába. És tökre örülök, hogy jól éreztétek magatokat. Én is baromi jól éreztem magam. És amúgy, de cuki. Méri nagyon szereti a kutyust. Na ma valahogy minden cicából kutya lett. Ez ilyen cicafóbia? Jaj, az egy patkány lett? Vagy egy görény? Marisz haci állatot talál. Na, hát Balint inkább nem nevezte meg. Nem tudom, Mati, de már másodjára. Szóval azt akartam mondani, hogy azt vettem észre, javítsatok ki, ha szerintetek nem így van, de hogy azért egyre ügyesebb vagyok, hogy most szerintem frankon tartottam nagyjából, ugye a menetrendet, pörgettük, kb. Tényleg 2 óra volt egy játék, és hogyha valami nem ment, akkor gyorsan tovább léptünk, nem az volt, hogy egy óráig akkor szenvedtünk, ott a pingvinesnél volt egy kicsit hosszabb, mert hogy hát, ha meg tudtuk volna oldani, de ahogy láttam, hogy ez úgyse fog összejönni, nem fog fél óráig szarakodni, és akkor átmentünk gyorsan másik játékba. Kacia elment. Szóval szerintem ott van a Meki reklám, igen, lehallgat minket konkrétan már mindenhol az internet. Heti királyi, előveszi a losztárk jegyzeteit, azaz zsekkendőket. Annyira vicces, tegnap is játszottunk. Heki felrobbant egy papírt. És a zsepikre írja a nő, felrobbant egy papírt. A losztárk jegyzeteket. Valaki tűzi játékot robban. Nagyon szépen köszönöm a rédet, Tomi. Sziasztok, mi újság? Mivel játszottatok, ha játszottatok? Milyen volt a stream? Egy ember tűzi játékozik. Nálunk ma Donaton volt, 12 órás streamnek az utolsó egy órájába léptünk be, és kis csilles gártik fon van, mert nagyon-nagyon sok mindennel játszottunk. Szia, Nati, szia, Tomi, mi újság? Tegnap füzetbe jegyzeteltél, na, Heki, az már egy... ez mi ez, Lisa? Az már egy előrelépés. Minecraft volt, építettük egy nagy XP farmot. Ez az... Remélem, jól éreztétek magatokat, és jó pihenést, Tomi, hogyha mész aludni, meg pihengetni. Tengerpart. Tengerpart. De hát ez egy hó. Havas. Hát ez egy hó, már várod. Marisz a tengerparton. Rész. Ó, tényleg én vagy. De olyan, mintha egy fejhallgató lenne rajtam, az már nem is a hajam. Méri a tengerparton napozik. Ez az. Lennék ott. Mondjuk nem szeretek napozni. De lennék most a tengerparton. Megyek ikeregekkel, kellene kelni.
hát kitartást, hogyha melózzon holnap, és Miri, jobb ilyen is kívánok. És köszönöm a rédet még egyszer. Úristen, az egy dog felirat. Miri nem tudja, mi a kutya. Én nem értettem, hogy... Vagy ez egy rajz, vagy egy dog felirat? Na, ezt nem tudom eldönteni. Ma. Jaj, ne. Ma. Ez az Ákos. Kihozta belőle a maximumot. Maximumot. Persze a magyarok mini tengere, Andi. Ez mi? Ja, hogy... Ja, mert hogy a kacia annyit kapott meg, hogy ma, és arra rajzoltad a 12 órás. Igen, ebből látom mai nap. Miri, szólok, hogy ne várjatok, majd rám menjetek nyugodtan, valaki eljöttem kaki a netem, úgyhogy nem valószínű, hogy jól fog működni. Ó, Efi, sajnálom, jól van. Pici pocok pöcköli a pocokbabát. Ja, értem, Lisbeth. Úristen, tessék, Lisbeth. Ah, Liza rövidre fogta. Egy hörcsög egy kutyát simogat. Nem rossz ötlet. Ó, ez egy méhecske lesz. A lovat megcsípi egy em. Ja, hát én méhecske akart lenni, gondolom. És akkor itt jött az egy gyönyörű rajzom. Szerintem senki nem fogja látni azt, hogy ez egy szúnyog em betű. Ó. Nagyon rövidre fogtátok most ezt. Mik ezek a rajzok? A nyulam mosolygós cseresznyét eszik. Hogy lehet valakinek egy kedvenc nyelvtörője, Heki? Ez nagyon cuki. Nyúl megyet. És hova tűnt a nyúl? Azt a halkniszom kiskoromban, ez hülye. Na, itt visszatért a nyúl. Nuszi meg egy cseresz. Yeah. Ákos sose tudja befejezni a mondataid. Jaj, ez egy egérke lesz. Ja, nincs se több. Méri mérges, mert Ati megette a Natália szpildeti. Attila, tipikus Attila. Egy kasza van nálam, egy kasza. Marinak elopja atyasüt. Atyasüt. Attinak miért van ma rózsaszín haja? Méri nem gyurmazhat piros gyé. Miért nem tudja senki befejezni a mondatot? Gyurma. Ja, így szerintem át van Méri húza. Méri kettévág egy piros gyurmát. Ah. Akkor kéket. Play-Doh, ez jól lett amúgy, Lisbeth. Hercegnő megcsókolja a békát. Ó-ó. Az a csókos száj. Ugye nem én Maris leszek. Marisz megbuszil egy minó. Megbuszi. Megbuszi. Szőkehajú kislány. Ez már így 12 óra után tényleg ez az agyi állapotom, ami jelenleg itt történik. Na, ez tökéletesen ábrázolja. Egy budapesti ezek... prostitáltat 3T betű AJ. Ez? Mi történik a képernyőn előttem? Ez az agyi kapacitásom jelenleg. Sztorolt. Szeretet van. Ó, ez lesz a szívecskés. Ez a zene se segít, igen, Klau. Ó, de a Fidesz-szel, várj, ez nem jó. Elborult mindenki elmélye, szerintem is. Egész kezdődött, Klaudia. 12 órája szenvedek. Légkondiba fázom, légkondi nélkül iszatok azonnal, szemem az ki van. Ezt tudtam belőle kihozni, jó lesz, Liza? Valaki szíveú. De ez nem az a szívecski. Ja, de. Csak ezt nem láttam. Egy ember betegszik, és ő nyer. Miért lilák, és mi van a szájukkal? Veszekedes. Veszekedes. Oh, milyen fejék van. Ez a mém. Két ember azon veszekszik, hogy X vagy nem X. Ez ilyen Sims-ben való veszekedés kb. Két ember vitatkozik, hogy nem és a másik is en.
Na, akkor célnak se sike. Enn, jaj, de cuki. Képzeld, de Claudia nagyon éhes vagyok, és elfogyott a kaján. Minden. Maris és Ati banánt esznek. Ó. Az Atinak miért... Ó, ne... Két ember. Ebből lett a két ember. De azért nem volt ennyire kevés idő. Na, hát kicsit átköltöttem, hogy legyen benne egy kis muzika Barbie is. Barbie és Méri gitáró. Gitáró. Ó, de milyen? Ez nagyon cuki, én nem Barbie is kellek oda. Barbie gitározik és enekel. Igen, Klau, ilyen fogok kalni. Kutya ugat a holdon. Ricsi, tőkehallal foglak megcsapkodni. Na, ezt tökéletesen eltaláltam. Egy, most rögtön egy ilyen Ricsi. Kutya ugat a holdon. Semmi baj, te. Ki mit fog csinálni a zenekarban, Heki? Kutya ugat a holdra. Holdra. Ez szerintem végig jó lesz, meg lesz. Éjjel fél hold alatt sír a róka. Ó, majdnem. Itt kicsit elmentünk. Réka lesz Jimmy, nem? Igen. Egy reszek csirke sorozget. Ezek honnan jutnak eszetekbe? Sorozg. Soros György libákat tesz drónnál. Andi. Én ezt nem. Soros György. Excuse me. Gyé. Két ember szid egy harmadikat. A propaganda. Hát igen, a Fidesz szidják. Ez tipik. Helyes. Mari megveri Attillát. Azt hiszem ez jött hozzám. Igen. Meg is kell neki. Ó, ez nem is rossz, nem sikerült befejezni ezt középen, de így is jó. Box. Na, jó, az elfogadom, Renike, ez az. Nem tudtam felfogni. Kacia, Clown mi az a haj? A kettő kezét és Marisság. A Clau a rövid hajú? Vagy itt ez mi akart? Hogy gondoltad, Ádám? Miri eloltja Clau kezét. Amúgy ez tök jó lett, András. Oh no, Cleo. És ez lesz a vége? Igen. Na, hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett. Ezt szaladok pisilni, viszont indítok egy újat. És akkor legyen az, hogy először azok lépjenek be, akik még nem jöttek. Jaj, hirtelen ezt valami mutatni fog. Szóval aki még nem volt, az lépjen be először, és ha utána látjátok, hogy nem nagyon csatlakoznak már emberek, akkor beléphet olyan is, aki már volt, de várjatok egy kicsit, jó? Meg bízom bennetek. Elküldtem a linket a chatre, és elszaladok pisilni.
Na, itt vagyok, hát a penisz volt a körbe, és megijedtem nagyon magamtól. Úristen, hogy nézek ki. Le volt, nem is szóltatok. A sminkem szét van folyva az egész. Na, ó, bőven van még hely, úgyhogy gyertek. 1, 2, 3, 4, 5 hely van még. Úgy látszik, nincsen már új ember. Na, okés. Kezdés. Azon gondolkoztam, hogy mit fogunk még csinálni. Ó, megint nem gondolkodtam. Ó, nagyon éhes vagyok, csak arra tudok valami jó, jó nagy fincsa hamburger. Azt olyan lenném most. Szóval, hogy orhideás néni, ez mit jelent? Szóval, hogy maradni fog még egy kis időnk, de annyi nem marad, hogy bármit csináljunk, mert ez egy negyed órás, nem egy ilyen kör. Szóval negyed óránk maradt kb. Beszélgetünk meg. Burger? Meg ilyesmi. Ez mit jelent, hogy levendulás néni? Ez ennek van valami? Jaj. Jajajaj. Kicsit nagyobb lett a haja, mint szerettem volna, de nem baj. Ez az Andris, amikor öreg lesz. Nincsen rendes lila. Egyébként van nagyobb színpaletta? Hát ez nem olyan lila. Nem tudom, hogy kell rajzolni levendulát. Hát... van, lehet még más színt is. Szőlőt fognak erre mondani fix. Hát ez okés, érdekes. De spoilereztél? Mire gondolsz, Lisbeth? Beszélgetünk maximum, jól van. Nézzük egymást. Vagyis mi téged? Kell több idő, mi a tarifa? Nem, Bence. De nagyon cuki vagy. 6 nap egyetem. Ki ma? Valaki 6 nap múlva. De ki? Valaki 6 nap múlva egyetemre megy. Leírtam, ezt most Maris épített egy homokvárat, és büszke rá. Aj, ez tényleg én lennék, igen. Ha tudnék építeni homokvárat. De most azt várod tőlem, hogy én építsek, vagy rajzoljak most egy homokvárat. Hú, kicsit elpakszott fejem lesz. Nem lesz a homokvára időm. Konkrétan. Ez nagyon sötét. Hát az, hogy büszke rá, azt nem tudom, hogy fogom. Na, ez ebből hogy lesz egy vár? Testvér. Mindenféle. igen, legyen egy ilyen fala is, nézd meg. Megvédem a vízszel a várat. Ez az. A fejem meg fehér, mint az állat. Erre én büszke vagyok a rajzomra is. Nice, nice. Klaus, te itt voltál, amikor az a mémes játékkal játszottunk? Ez a Claudia? Lipton. Claudia Lipton, tehát iszik. Annyira jó mémes játékot találtunk, Klaus, majd azzal neked is játszanod kell. Olyan, mint amit az Anettől és Ádámtól kaptam a kártyajáték, csak így internetesben, szóval mémeket dobált be, és nekünk kellett valaki sír. Ó, hát ez könnyű. És nekünk kellett odaírni szöveget, és mindenki végig bullyingolt az Attilát, rohadt vicces volt, hallod, annyira jó videó, szerintem csinálok belőle egy videót is majd a Noobmal is gameplay csatornára. Mert nem tudom, ha valaki legyen mondjuk göndör, lila hajú, vagy rózsaszín szín. Mert annyira vicces volt, szakadtunk az Atiékkal, én sírva röhögtem. Jaj, miért? Várjál, nem mosolyog, sír.
Mondjuk mosolyogva is lehet sírni. Nagyon drogos ez a zene, basszus kocs. Lehet, hogy Klaus beállottam úgy, pont most. Ez a lila hajolány, igen. Csak rózsaszín. Kicsima. Jézus, milyen gyorsan leírtad. Leírtad egészbe. Próbáltam benne lenni az időbe. Ez fideszes homok. Igen, szájer. Oh! Úristen, tényleg debelek. Én vagyok tényleg az a mém, amit csináltatok rólam. Kétszer 14, hello. Klau benn van a játékban, nem? Ja, a Klau játszik? Büdös ember tevegel a napon. Úristen, ezt hogy ilyen gyorsan? Ó, az első pupja nagyon kicsi lett. Hány pupatra? Jaj, ne, az egész törlődött. Jó, ez a feje. Ez az első pupja. Ez a második pupja. Ú, ez egy érdekes teve lesz. Hol a feje? Ja, ez a feje. Jújúj. Milyen füle van a... Úristen, mi a faszom ez a mutáns? Azt a kurva, kezdek félni magamtól. Nagyon kevés az idő. Azért nem válsz a Klaus erős rajzzal. Várjál, büdös. Így büdös. És akkor a napon, a napon, a napon, a napon, a napon, a napon, gyorsan, a nap. Gyorsan. Nap, 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 nem ez radír. Ó. Na, te is rajzoltál, Husi? Na, azt kérdeztem. Itt volt annál a mémes játék, nem? Ez szerintem nem is, hogy rohadt jó mémes játék. Egyszerre telón nem tudtam nézni a streamet. Jó, nem tudtam, hogy bent vagy. Akkor mondom, arról beszéltem, hogy nagyon vicces mémes játékot találtunk, a Make It Mém, azzal játszottunk, mert Atival nem tudtuk elindítani a pingvines játékot, és azt hiszem, akkor nem voltál itt. Ja, mondtam, hogy láttam. Ja, akkor semmi. Na mindegy, szóval azon besírtam. Csak ezt meséltem el. Félek, úgy remegettek. Egy jó nagy fincs a hamburger. Nagyon ennék, egy Burger King-es. Jó, ez te rajz volt, ha 10/10, ezt ajánném. Klaus. Nagyon finom bagelburger. Nem békül, nem. Mi? Luca. Fú, megcsapkodlak. Miért ilyen hajam? Miért bezabbant egy hatalmas Big Mac-et? Ó, tej. Nyam, nyam, nyami, 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 nyami. Tetszett. Marian hamburgert nyammog. Nyám, nyám, ez az. Hogy lettem én itt a képen? Jajaj, az nem néz ki Kitty, az a hamburger, nem csiklandó róan. Ez az, kérek, Andi. Hiányzik a marcsi. Na jó van, Luca. Jaj, Klaus, te is jelzó neki. Klaus és Méri szeretik egy maszt. Egy maszt. Ha-ha-ha, fejhallgatót! Klau és Mari szeretik egymást. De cukik vagyunk. Jajaj, micsoda nyilak. Klau és Méri szerelmesek. Kitty, úgy látszik Alfanesztől, nézted ezt a hajstílus. Ó, micsoda ruhácskánk van, husikám. Köszi, pén. Hát igen, kimaxolták a srácok, lányok, szóval... Itt vagyok, itt vagyok. Egy nyuszi felmászott a fára. Jaj, te cuki, ez nagyon aranyos. Egy nyuszi felmászik a fára. Ó, tökéletes. Csak múlt idő van. Mászok. Andi, mi az? Egy nyúl fára mász. Fára mász. Nyúl. Imádom, amikor valaki biztosan megy, és odaírja. Fatt a lelget. Hák, ó, nagyon cuki dév. Méri vágydóz mékrezik és nert.
Vajdó még... Mi... Kit? Ez az, kék minden. Mary nice. Bemutatja az új setupját. Új setupján. Hát ez egy downgrade akkor. Ó, ez már igen. Csillog-villog. Mary Donne. 3 perc, Mary. Micsoda, Livia? Oh, Marályán sugarmomi. Kunkorodik a hajam. Én vagyok a sugar mami. Ja, kettőig. Ja, igen, de tovább vagyunk több okból. Az egyik az, hogy párszor kipörgettek tulajdonképpen a többiek ilyen ingyenes 2 percet. Szóval abból szerintem összejött vagy 10 perc, vagy kicsit kevesebb. Illetve nem figyeltük az időt, és rátolódott még nem is tudom, már a végén kiküldött, de kitolódott többel. Marinek nagyon csak... menő világítós fejhallgatója van. Ez az, nagyon menő. Luxi! Azóta dekoratázsom? Csak baromi ilyesmiért kell ki. Miért zenét hallgat? De nincs itthon kaja, szóval ezen kattogok, hogy mit fogok enni. Mert megettem mindent. Hideg kaja sincsen. Marin zenét hallgat. Úgyhogy éhen fog pusztulni. Ez az utolsó alkalom, hogy láttok. Amúgy tényleg nagyon durva, hogy az emberek elvileg egy hónapig bírják kaja nélkül. Mari zenét hallgat és táncikál. És utána elkezdi ugye, hát hogy mondják ezt? Tehát, hogy utána esnek össze az izmaid, meg minden, tehát felemészti a szervezet teljesen, amit ugye elraktározott. Tehát nem is az van, hogy egy hónap nem evés után meghalsz, mert biztos az is előfordulhat, de hogy még utána ugye nagyon sok ideig. Múlt héten ugye 5 napig nem ettem semmit, csak ittam. Hát Levi, ez nagyon durva neked, már szerintem infúzió kellett volna. És én meg nem tudom elképzelni, hogy akár 12 óra nem evés után én azt hogy élném túl. Már is homokvárat épít. De amúgy, Andi, ettem, pont arról beszéltünk. Ó, de Marisz epített egy homokvarates buszker. Buszker. Szóval, hogy van gluténmentes sajtburger, vagy hamburger, amiben nincsen ugye sajt. Marisz a indul a Mikulás szánnyával. Vagy abban a buciban van tej? Egy ménylábú pók beleugrik a fordított megnéztük az allergéneket, azt hiszem. Mi van? Mi? Ó, ez amúgy tök jó lett. Én egy fél napi ez is tudálod lenni. Most sem azt érzem, hogy mindig éhes vagyok. Folyton folyvást éhes. Hogy nem megkívánom a kaját, hanem tényleg így korog a has, fáj a hasam, korog, szenvedek, amióta ugye nem eszem tejtermékeket, meg kevesebb glutén, néha most eszem glutén, de azóta non-stop. A zsiráf 3 gombócos fagyit ez nyalt. Nagyon cuki lent húsocska, nagyon szép ez a fagyi. Ó, ez is nagyon jó. Mindig éhes két ember helyett. Egy zsiráf fagyit nyal. Ne, hát nyilván teljesen más, hogy nem viszem be ezeket a zsíros sajtokat, meg ugye például csomószor ugye extrudált kenyeret eszem, régebben kenyeret ettem rendesen, és megeszek 5 extrudált kenyeret egy kis sonkával, meg egy kis vegán sajta, és így olyan, mintha semmit nem vittem volna be, és fél óra múlva szétszakad a hasam, hogy éhes vagyok, és így folyamatosan is vagyok, és nagyon ritka az, hogy azt érzem, most nem is tudom melyik tegnap, egyszerűen mert annyira éhes voltam, hogy befoltam 4 rántott húst, mert hogyha nem főzünk valami jó kiadósat, amúgy azon kívül ezek az ételek, amiket fogyasztok mostában, nem véletlenül fogytam is, mert hogy sokkal kevesebb kalóriát tartalmaznak, ugye, és folyamatosan ilyes vagyok, szóval amúgy nem csinálom jól, mert valahogy valami rendes recepteket kéne nézni, meg Attila rendes alkat. Attila egy, hát egy sok minden az a te fax. Ettől rémálmaim lesznek. András, ez egy 1-es, az Attilából. Igen, Lisa, konkrétan levegő. Közben elvérzik. Ettől rémálmaim lesznek. Elvérzik horror. Edzés közben. Horror!
ez nagyon morbid művészet. Uram, atyám. Egy orvos injekció ad egy lónak. Igen, nagyon szeretem. Heki viszont annyi, hogy azt sokszor barbecue-san csinálják, és a barbecue szószt azt nem szeretem. Egy állatorvos egy lófenékjukát nézi. Meg a, ugye a barbecue... Jaj. Egy kéznél küli ember egy piros kutya hátcsóját. Szia, Airot, hello. Hogy mi csoda? Na hát, igen. Valaki meghökkenve néz egy piros mutáns tápakutyát. Ez kíváncsi vagyok, hogy fogja... Ó, pont a Luca nagyon jó. VTM. Ez nagyon cuki lett, Luca. Én szeretem az exotikus kenyeret, szerintem még jobban is, mint a rendeset. Amúgy én is szeretem csak a kukoricásat egyébként. A kukoricából készült, tehát a többi szerintem undorító. Faforgás. Az exotikus kenyeret szeretem, de azért nem mondanám, hogy jobb, mint a kenyér. Barni egy lóval pacsizik. Jó, én jól bírom a írót. Nem, arról beszélünk, hogy nagyon éhes vagyok, és így elkezdünk kajákról beszélgetni. Azon kívül, hogy éhes vagyok, minden rendben. Jól érzem magam, minden rendi. Bendi, ló. Nagyon rá vagy tokkattam a ló témára. Ló. Végig csak ez lesz ló. Annyit nevettem most is, hogy nem vagyok álmos. Hát nagyon örülök, hogy ilyen jól szórakoztak egész nap a streamen én is. Milyen szomorú? Nincs is. Nincs is. Oh, ne, Heki, csíraló. Tripló. Mert megvérte a barbek. Love. Maris tét készít. Justice Law. Maris tét készít. Hallod, Luca, én megverlek. Meg foglak verni. Készít. Ó, azt hitte rá a Liza, hogy a Clau. Na, hát ez nem szólt ilyen haját. Love you. Uh-huh. Majd egy cuki, Heki, nagyon cukira szálltad le. Egy lány kólát iszó. Iszó. Miért kóla? Félig kopasz rózsaszín hajú lány, Andi. Kicsi ma 6 nap múlva egyetemre megy. De mi a vagy? Jó, Andi. Valaki 6 nap múlva egyetemre. Akkor Klaunnak ősz a haja vége. Jó, ezt nem mond neki, mert tudod, hogy nagyon triggeleri a... Triggeleri... 6 nap után elhagyta az Klaun. Egy. Na, jól van. Egy. Húha, Andi. Vannak gondok. Felkiáltójel. Mégy is összeleg. Felkiáltójel. Húha, szerintem már ti is fáradtak vagytok, gyerekek. Van egy olyan érzésem. Na, Heki. Klaus vonattal utazik Inezért. Ez az. Pici Ineszke. Ó, ez egész jó lett. Az Andi miért ilyen Marian félig kopasz emberek? Klaudia! Miért? Ne vigyenek el engem a rabszállítóval. Miért úgy, hogy csináltam, Klaudia? Ablakukó. A börtön ablakába. Miri molyban van? Nem süt. Molyban. Ez mozi akart lenni? Én ezt nem bírom, gyerekek. Mi van veletek? Késő van, mi? Egy kovboly egy Tevenen lovagol. Ó, Tevenen. Ez a büdös ember. Hú, na, ne, te is érdekes fejet rajzoltál. Egy kovboly kígyó tevegel. Fejet adnak a tevének, Andi. Nézzétek az én tevémet, az erős lesz. Ja, láttátok már. Ó, ez nagyon jó lett, András. Ez a jövő. Egy kovboly megül egy 2 puputát. És még Andi szólt be nekem a Pride-zel, szóval amúgy igen. Ó, ebből lesz a büdös ember, szerintem. Büdös ember tevegel a napó. A napó. Hát, na ez lesz durva, igen. Hú, a mutáns teve. Attila sír, mert mindenki bántja. Csoróa tesz, ma tesz. Zabi tevi. Ó, mi az az összenő szemeldem? Valaki sír, mert nem tödődnem. Mert nem tüdőd, nem. Húha. Valaki sír. Itt már nagyon nagy gondok vannak, gyerekek. Köszönöm, Bence. Köszönöm, Katia. Szegény kislányször szomorú arc. Szegény kislányször szomorú.
Ó, Husi, neked ugyanolyan a képed, de hát én vagyok ezen a kis képem. Neked ugyanaz a kis képünk. Na és akkor az utolsó. Orchideás néni. Na, ezt nem értettem. Szerintem az lesz, hogy szöllőt fogok. Vagy fog. Méri pompom lány. De menjetek már! Miért van ősz, izé, öreg asszony hajam? Hajra! Mi a? Ez nem én vagyok! Maris pompom lánynak állt. Ez a kislány noncsi volt, igen, heki. Sok volt ez. Na, ez szuki, Klaus. Mari egy pompon táncos. Hát ezt nem hiszem el. Milyen jó a ruhám. Igazából itt már mindegy, hogy mit rajzoltunk volna, méri lett volna. Na, hát gyerekek, nagyon szépen köszönöm a Gartic font nektek. Na, előbb beszéltem, mit legyetek, olyan még 10 perc, de egy újba már nem kezdenék bele. Amúgy most nem ismerek átmenni a beszélgetésbe, mert annyira durván néz ki az arcom nagyba. Itt már hullatáncos tényleg. Én a családomnak ezzel kezdtem a mondatomat, én most eltávozok az idők sorából, mert mentem egy 12 órás streamet nézni, sziasztok, és azóta itt ülök. Hát Lívia, nem csak neked mondom, hanem mindenkinek, aki végig itt volt, vagy majdnem végig, vagy több órát volt itt, hogy nagyon durvák vagytok, tényleg nagyon jó, átmegyek ide, de előre is bocsi, a kinézetemért nagyon durva. Szóval eszéletlen durvák vagytok, hogy így ilyen sokat kibírtatok, hősök vagytok, és azoknak is köszönöm, akik csak kicsit néztek be, mindenkinek, végig nagyon-nagyon sokan voltunk. Láve, szves, szépen éri, jit! Itt voltam 10 órát, azt a Lisbeth legszépségesebb, mert most nagyon nem húsos. Én az utolsó 2 órát veletek nyomtam végig a melóban, nem vagyok benne biztos, hogy jó számokat írtam, nem lesz az a rám foghatott helyi nyugodtan, hogyha baj lesz belőle. Aj, de cuki vagy, killer. Semmi baj a fejeddel, köztes homsz. Én végig itt voltam, azt a Gyula. Kár, hogy lemaradtam a Fall Guys-ról, remélem azért lesz majd még. Természetesen Liza, smash a nő. Liza nagyon sokszor van Fall Guys, úgyhogy lesz még. Egyébként lehet, hogy a Fortnite-ot viszont tényleg hagyni fogom, mert ez most már elég kiábrándító, nem tudom, hogy mi van. Ha valaki lemaradt akár az egész streamről, akár csak egy kis szekciójáról, akkor a VOD csatornán meg tudja nézni. Most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ezt hamarabb fogom feltölteni, mert most nyilván ez érdekli az embereket, mert egyébként le vagyok maradva. Mindjárt mondom nektek, hogy mennyi. És úgyis van még idő. Megnézem nektek a vodokat. Itt a Twitch-em. Ez a zene. Ne haragudjatok, hogy ilyen szutya Dáré zene van csak. Ami ugye tegnap felkerült a YouTube csatornára, az a Lost Ark-os stream. Ezután volt a Pride inspirált a Spink elkészítése, viszont azt még régebben feltöltöttem. Szóval amivel le vagyok maradva, az az Ecakos Don't Start Together második stream. Akkor volt egy Fall Guys és Fazmafóbia veletek, azt majd két részbe szedem. Volt egy bulizós, dumcsizós csütörtök, de abból nem lesz VOD, mert zene van alatta. Volt egy, nézzük az új epizódot, Valorantos stream, úgyhogy ez 3 streammel vagyok lemaradva. Klau kisminkel drag queennél 4 stream. Kiszelekteljük a fiókos szekrényemet 5, mert itt ugye minden nap streameltem. Okos hétfő 6, aztán nem tudom, hogy ennyire le vagyok maradva. Barbie-val volt egy sotos stream, az 7. Horror este Barbie-ékkal, ami clickbait volt, és nem volt ott a Barbie, csak a szegóék, az 8 streammel vagyok lemaradva, és a mai... Húha! Hát akkor lehet, hogy csak ahogy a mai, ez egy hét múlva lesz fent, de megpróbálom nagyon bepörgetni. Ez ugye azért történt, mert most minden nap volt stream, majdnem minden nap, egy hétig. Nagyon szép, hogy Emérke, Cuki vagy Lévia, ti vagytok szépségesek. Úgyhogy ja, nem is kell a forti, ez az egyeki kacia. Remélem, az az ember, aki minden streamben kérdezi, hogy lesz-e Fall Guys, azt tudod ajánlani. Ráér szerintem pihenj, sok volt ez most. De hát igazából a vodok vágása az nem egy nagy veszisztens, akkor idegesít meg sok idő, amikor a gépem szaragszik, mint múltkor a Don't Starve streammel.
Holnap igazából ugye jönnek este, gondolom este Klau meg Inez, szóval arra fogok takarítani, hogy Inez itt tisztaságba jöjjön, és közben fogok renderelgetni. Szóval az, tehát hogy vágom a streamet negyed óraig, fél óraig, és akkor utána fél óra render, addig a fél órában nem tudom, felporszívózok, aztán ideülök, feltöltöm a videót, megcsinom az indexképet, elindítom az újabb rendert, akkor megint fél óraig render, akkor felmosok mondjuk, szóval hogy így ez lesz holnap. Viszont utána, ja igen, erről akartam is veletek beszélni, na jó, hogy van idő, nem leszünk itthon 13-án még kimegyünk Érdre, és ott leszünk 15-éig, ami szombat. 15-én lesz a Pride, meg a Pride buli, úgyhogy aznap se tudok streamelni, úgyhogy szerd, a csütörtök, péntek, szombat fix nem lesz stream. Viszont Inezzel szeretnék egy streamet, nem tudom még mit, mert nem tudom, hogy akarom egyébként folytatni azt a... Nem fog ez, mi annak a neve? Mi annak a... Nem tudom, mi annak a neve. De másnaposak leszünk, igen, Klaus, szóval nem biztos, hogy vasárnap, de lehet, hogy vasárnap, tehát 16-án lesz Inezzel stream. Ha nem, akkor szerintem hétfőn 17-én. Szóval most pár napig nem lesz. Human Fall Flat, igen, nagyon nincsen kedvem hozzá, de ha szeretnétek, amúgy folytathatjuk, mert ez már ilyen kis rituálé, de lehetne valami fun-up dolgot is játszani én ezzel szerintem, csak még nem tudom mit. Úgyhogy igazából ennyi. Ha Pride-on, ha lemaradt volna valaki, múltkor mondtam nektek, hogy ha Pride-on láttok minket, akkor nyugodtan gyertek oda egy ölelésre, egy puszira, egy kis beszélgetésre, illetve a Pride bulin is. Ugyanez. Reggel 10-re ott. Nem, Klau, nem lesz. A múltkor is azt mondta Klau, hogy reggel indul Borsodból, és délután 2 és 3 között ideér. Írtam neki 3-kor, hogy na, vagy 2:30-kor, hogy merre vagy, mikor jössz, seképp se hang. Írtam az Ineznek, hogy jól van a Klau, minden rendben, meg kicsit aggódom, mert most kéne ideérnie, és hogy nem érem el, tök rég nem volt elérhető. Azt mondja az Inez, itt alszik mellettem. Ja, tehát akkor még nem indult el, oké. A shotot, amikor összedobtuk a hajókat, azt nem streamelted, Maris. Nem, Mati, akkor nem volt stream. Ez a stream, Inez, alig várom. Lehetsz bemelni? Mit, Ricsi? Ja, mert hogy VIP vagy. Ne rosszalkodjál. Nem volt sorsolás? Úristen! Jó, hogy szólsz, Hekike! Ez már ilyen baszatós izé, hajna. Ez már after bulizunk. Ez tipikus after zene. Ez az lejövős zene, az az. Na, gyorsan akkor, amit lehet nyerni, az a Steamen a Thief szimulátor, ami azt jelenti, hogy tolvaj szimulátor, be kell törni házakba és azokat kirabolni, nagyon fannak tűnik, szerintem magamnak is meg fogom venni a játékot, és lesz belőle stream. Legyen az a kulcs szó, hogy lopás. Jó? Mostantól írjátok, hogy lopás, és azok, akik írják, azok részt vesznek. Ez multiplayer? Nem. Nem hinném. Szóval azok részt vesznek ezen a giveaway-en, oszta. Ennyien szeretnétek ezt a játékot? Ez az. Megnézem amúgy, de nem én szerintem. Ez olyan, mint a House Flipper. Kis L-lel írjátok. Kis L. Minden kisbetű végig lopás. Thief szimulátor. Azt mondja... Nagyon pozitív az értékelése egyébként a játéknak. Azt hol látom, hogy... De biztos nincsen multiplayer szerintem. De nem látom. Várjátok.
Nyugodtan írjátok közben, hogy lopás. Sápol. Thief Simulator. Nem volt is, köszi Ricsi. Te vagy a cím Google-öm. Na, mindenki beírta, aki szerette volna? Igen is, Klaus. Jó? Na, akkor remélem mindenki beírta, mert akkor Doppergi is, még gyorsan Liza végére, és kinyerte. Ó, olvassátok ki. Azt. Zsoleszon. Gratulálok. Valami japán. Gratulálok a nyereményedhez. Kérlek szépen, írd le nekem. Máj, te vagy azt, hogy ugye vagy ki? Ki ne? Kérlek akkor, Zsolesz, írd le a... Most jöttél? Akkor figyú, megkapod a játékot, viszont még egyet sorsolok. Azért már nagyon-nagyon sokan voltak, akik végigtolták a 12 órát, és hát ha olyan is nyer, aki itt volt, és nem csak most jött, de természetesen te is megkapod a játékot, csak kérlek szépen... Rablás. Várjatok, még ne írjátok, hogy lopás. Kérlek szépen, írd le nekem a Steam barátkódodat. Még most, hogy meglegyen, mert ebből volt már probléma régebben, hogy nem írták le nekem, szóval most a chatre kérlek, írd le nekem. Fidesz. 10 másodperc, nem baj, most kicsit rántolok. Oké, és köszi, Zsolesz. Na, és akkor azok, akik jelent, tehát nem kell újraírni, mert csak simán újra rollolom. Milyen szájdob azt a... Na, rolloljuk. Ricsi! Hát Ricsikém, nem kell újraírni Luca, mert ugye ugyanúgy benn maradtak a neve. Mi? Hát ennek nagyon örülök. Ricsike támogatta is a 12 órás streamet, itt volt majdnem végig, úgyhogy GG Ricsi. Hát te barátom vagy Simen, már nagyon-nagyon régóta visszajelöltelek, úgyhogy ez nem lesz gond. Neked elküldöm a játékot. Ricsi. Na jól van, nézek egy rédet, most már hallhatjátok a hangomon is, hogy elfáradtam. Ez a 12 óra, ez egyébként így pont elég. Úgyhogy még a Nyusza streamel. Ő is, nála is egy jó hosszú stream megy, úgy látom. Több mint 8 órája tolja, bár ő mindig ilyen nagyon hosszú szokott, nem? Na Dead by Daylight-ozik. Úgyhogy akkor köszönjünk be Nyuszához, jó? Igen, Mati. Te is rá gondoltál. Úgyhogy még egyszer extrán köszönöm a mai streamet nektek. Tehát hihetetlen durvák vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg donétet mellette, bitet, szabot, minden ajándékot nagyon szépen köszönök nektek. Nagyon jól éreztem magam tényleg. Hamarosan jön a VOD. Gyertek DC-re. Itt van a DC, ami VDC lett. Itt van a VOD csatornám, ahol visszanézhető lesz a stream, meg a többi stream is visszanézhető. Raid Nyusza. Boldog etetted a napomat, de cuki vagy Lívia, ti meg az én napomat tettétek. Nagyon-nagyon boldog, nagyon jól éreztem magamat.